Az ispán lakás belső szobájában sírt a gyerek. Eszti keringatta szorgalmasan, mégis sírt. Egészen aprócska volt még, alig két hónapos. Sándornak keresztelték, de apja Szándinak nevezte. Bács János, az ispán, a külső szobában ült az asztal mellett, csizmás lábait kényelmesen kinyújtotta, s nagy gonddal próbálgatta az új dohányvágógépet, mely izmos kezének nyomása alatt vékony, barna szeletkéket vágott a szűz szűzdohányból. A dohányt ügyelte a fiatal ispám, de azért minden figyelme az előtte álló nagy bozontos emberre irányult, aki riadt ábrázattal forgatta kezében a kalapot. Az embert Szűcs Jánosnak hívták, és olyan volt az ispán lakás szobájában, mint egy nagy, fekete tanácstalanság. De ispán úr, kérem alázattal, hiszen az a föld sokkal többet megér. Bács János egykedvűen nézett föl a dohányból. Húsos száját elbigyeztette. Ide figyelj! A földet elárverezik, és akkor ennyit se kapsz érte. Vagy ide adod így, ahogy mondom, vagy aztán csinálj, mit akarsz. Ennyi pénzem van, ennyit tudok adni, többet nem. A nagy darab ember könyörgőre fogta a hangját, de ispán úr megadja később a többit, öt év múlva, úgyis odaadom. De ne kívánj, hogy éppen ingyen... Nézd! Emelte föl bács János a fejét kifizetem az adósságot, elintézem az ügyvédet, s még kapsz két tehénre való pénzt is. Jól gondold meg. Ha árverésen megy el, semmi sem marad neked belőle. Ezt előre megmondom. Csinálja, hogy akarsz. Én ennyit adok, és kész. Szűcs János forgatta kezében a kalapot, megvakarta a fejét, topogott. Aztán sóhajtott egy nagyot. És pán úr instálom, megbeszélem az asszonynal is, aztán eljövök a válaszszal holnap. Jó, mondta meg a vállát bácsi János. Amennyit mondtam, annyit adok, egy fillérrel se többet. Az ember köszönt, az ajtóhoz ment, kicsit tétovázott, aztán kilépett. Kint hűvös novemberi délután volt, szél futott a szürke ég alatt. Lába felkavarta a lombot, és megzörgette a kupacba gyűjtött török búzaszárat. szárat. Szűcs János felnézett az égre, aztán lenézett a földre, de egyformán szürke volt és barátságtalan mind a kettő. Nagyot sóhajtott, és megindult a faru felé. Amíg a majorból levezető sáros út szélén lassan bandukolt, egyre azon törte a fejét, hová is menjen. Kölcsönt kellene kapni, persze, akkor nem árvereznek, s akkor nem kell eladni a földet. Kölcsönt. De honnan? Kitől? Az ég hűvös volt, nem felelt. A sár szotyogott a repedezest kérgő alatt, a szél pedig dúdolt a kert kerítésén. A fák fölött varjank keringtek a szélben, károktak és szárnyukkal nagyokat suhintottak a levegőbe ennek már szinte hószaga volt. Szűcs János nagyon nyomta a gond, sajnálta a földet, a nehezen együvé gyűjtött hat holdat, sajnálta az asszonyt, aki elveszti a házat, ebben tizenöt éve él, és sajnálta a négy gyermeket is, kik új otthonhoz kell majd szokjanak valahol, ki tudja hol, valamelyik purasági cselédlakásban csak éppen egyet nem sajnált, a bajnak az okát. Csak azt az egyet nem, megtette. S ha erre gondolt, egyenesebb lett a dereka. Fekete képe felderült, mert megtette. Visszaállt magyarnak. Igen, ennek így kellett lenni. Már évek óta nem volt nyugodalma miatta. Éjszakánként eljött az apja az ágya mellé, s nem szólt semmit, csak nézett, de borzasztóan nézett. Mikor megtette, már akkor is érezte, hogy nem kellett volna. Marta valami belül, de hiába, két hold jó földet vehetett magáé mellé, s három, meg kettő, az öt. A kölcsönt ingyen adták, s a föld nagyon szép volt, és éppen eladó. De most már mindegy. Kihúzták a nevét a románok közül, de kihúzták a telepkönyvből is, abból a nagy könyvből, amit nem régen csináltak az urak szamosúj várt, és amiben minden benne van, az is, hogy kinek mennyi az adósága. Igen, az adóság. Az ördögnek tartozik azzal a pénzzel, hey, ha vissza lehetne fizetni. De honnan? És szűcs János gondolatai megint csak visszatértek erre a pontra. Kihez fordulni, kitől kérni kölcsön, ilyen nagy összeget? Valami bankból talán, de hogyan, miféle módon? Meg kellene kérdezni valakit, egy urat, aki ért hozzá. Szűcs János leért a faluba. Az utcán gondolt egyet, és betért a jegyzőhöz. A jegyző még az irodám volt. Amióta Kuka Berci eljegyezte piroskát, azzal több dolga volt az irodám. Részben azért, mert Berci legtöbbet a postán tekergett, Dolgát nem vette komolyan, hiszen tavasszal egybe kellnek és elhelyeztetik magukat innen. A fő ispán, akit Piroska egy vakmerő percében megkért, hogy támogassa törekvésüket, megígérte, és így biztos, hogy tavaszra elkerülnek innen. Másik oka pedig az volt a jegyzőnek, hogy mióta Berci eljegyződött, a felesége olyan ideges, hogy nem lehet bírni vele otthon, házártó, zsörtölődő, azonnal sírni kezd, ha ellenkeznek vele. Franyek Zoltán úr szelid ember volt, és nem szerette az ilyen jeleneteket. Nikolicáni ugyan azt mondta, hát ha kis babát vár a jegyzőné, és attól ilyen, de ne, nem, erről szó sincsen valami más baja lehet Gizikének. Pranyek Zoltán gondolta is, hogy mi, s ettől a gondolattól szótlan lett és haragos. Ilyen hangulatban volt éppen, mikor Szűcs János nagy óvakodva benyitott hozzá. Na, mi kell? Recsent rá az íróasztal mögül. Szűcs János köszönt alázatosan, megforgatta kalapját a kezében. Instálom jegyző úr. Franyek Zoltán csak ekkor ismerte meg. Te vagy az? Á, ah, egyszer román, egyszer magyar. Most melyik vagy, román vagy magyar? Szűcs János elvörösödött a szégyentől. Magyar, mondta halkan, s legszívesebben elszaladott volna. Úgy, nézett rá gúnyosan a jegyző, magyar, most így előnyösebb, mi? Én stálom, jegyző úr, dodogta a szegény Szűcs János. Na, ki vele, mi kell? Én stálom, jegyző úr, tanulcsot kérni jöttem, ha meg nem sértené. Na, halljuk! Egy kis pénzre lenne szükségem kölcsönre. Árverezik a házamat, a földemet azért, hogy megtarthassam gondoltam egy kis kölcsönnel. A jegyző felhúzta a szemöldökét, arca gúnyosan rám dúlt. Úgy, szóval ezért lettél magyar, mi? Ezért állottál vissza. Azt hiszed, most innen is kapsz valamit, mint a képviselő választáson. Kire szavaztál te akkor? Kovács Ferenc képviselő úrra, akkor erígy hozzá, barátom, vagy az oláókhoz, hát ha azok jobban megfizetnek. Mert mi nem fizetünk, érted? A magyar állam nem fizet az átérésért, mert a magyar államnak egészen mindegy, hogy egy semmire való ember, amilyen te vagy, magyarnak hazudja magát, vagy nem. Egészen mindegy, érted? Értette, szegény Szűcs János, jaj, hogy ne értette volna azt hitte elsüllyed vele az iroda padlója, s el az egész világ. Szólni se tudott, csak állt, s a jegyző úgy kiabált már, hogy kihallatszott az utcára is. Aki arra jár, mindenki meghallja. Lesütötte szegény a szemét. Egyebet se szólott, csak megfordult, sötét szégyenével, s kiment az irodából. Még köszönni is elfelejtett úgy állt meg az utcán, lesújtottan, megalázottan, mint a kivert tolvaj. Én Istenem! Nézett föl az égre. Engem aztán eligazítottál. Élhet még így ember ezen a világon? Ált egy-két percig, s gondolkozott. a menjek. Adja el mindenét az ispánnak, és költözzön más vidékre. Vagy próbálkozzon még? Kinél? Sze szóval az urak előtt csak a szégyen eszi. Lassan megindult. Botorkálva ment az úton. Igaz, hogy sár volt, de a keserűség még jobban húzta a lábát. A korcsma előtt szemére húzta kalapját, és befordult az ivóba. Tessék, kérem, tessék! Ugrott elébe fürgén Ázikura a rács mögül. Hétköznap volt, s még nagyon korán üres volt a korcsma. Pálinkát kérek, tessék, kérem, tessék, erős, egy gyöngét, erőset. Ázikur fürgén töltött az egyetlen korsóból, amiből az erőset is a gyöngét is egyformán adni szokta, azzal a különbséggel, hogy aki erőset kért, annak egy-két krajcáról többet számított a kívánsága miatt. Szűcs János felhajtotta az italt, nem is ült le, csak állt, s nézett ki az üvegajtón. Feje nehéz volt, mintha őszi sárral volna tele az is. Na még egyet. A zsidó töltött, s beszélgetni kezdett. Elvettették a búzát. Én nem, felelte az ember lassan. Azt sem tudom. Kinek? Ázik nem csodálkozott ezen, megszokta, hogy az emberek, akik hozzájárnak, furcsákat mondanak, és tele vannak ismeretlen bajokkal. Nem sokat bánta a bajaikat, kíváncsi sem volt rájuk, csak éppen unalmában is az üzlet kedvéért beszéltette őket. Most is minden érdeklődés nélkül vetette oda a kérdés. Miért? Hát magának. Az ember lehajtotta a másik pohár pálinkát is, és legyintett. Bár én magamnak többet soha. Ebben a faluban ázik úr. Elköltözik? ütötte föl a fejét a zsidó. El. És a föld, a ház? Elárverezik azt. No. Adóságba. A kis köpcös zsidó kidüllesztette a hasát, aztán végig simított, csapzott vörös szakállán, ami nála a gondolkodás jele volt. Végül megigazította fején a széles karimájú fekete bársonykalapot, két kezének bütykös hüvelykúját szokás szerint mellényébe akasztotta, és megfontoltan kérdezte. Nem próbált kölcsönt szerezni? Szűcs János szájából kibukott az igazság. Abban járok éppen. A zsidó kíváncsian nézett az ember sötét arcába. Nem kapott? Nem. Ázikor két hüvelykujjával kifeszítette jól a mellényét, általában kissé meghintáztatta magát, aztán fontoskodva is nagyon lassan mondotta. Én még az ember ábrázatán egyszerre kinyílott az öröm. Igazán, ázik úr, jaj, a jó Isten is megfizeti magának. A zsidó fölényesen bittyeztette el a száját. Na, na, mondta, na, na, nem, olyan biztos kérem, nem. Elég, ha a jó Isten megfizeti, én biztosítva kell lássam a pénzemet. Nem? Én ebből élek, kérem. Se megadom én, Ázikur, Ahogy lehet, megadom. Lelkendezett az ember. Ázikur billeget kifeszített mellényével, nézte az ivó padlóját, s megkérdezte. Mennyi kellene? Szűcs János megmondta. Hő, az nagyon sok. Csóválta meg Ázikur a fejét, s elkezdett Gondteltem föl alá járni nagyon sok pénz az. Sok. Szőcs János szegény veszni látta új reménységét, hát nem győzte ígérettel. Megfizetem én, lelkem, ázikura, addig élek is. Megfizetem én a két kezem munkájával, ha kell. Csak most az egyszer segélyen eljövünk mi dolgozni, amikor kell az egész családommal a kamatért, még a mosást is elvállalja a feleségem, akármit elvállal. Ázikor néhányszor felalás sétált, aztán megállt Szűcs János előtt. Hát ide figyeljem. Megkaphatja a pénzt, de csak három hónapra. Három hónapra. Ilyet meg az ember. Három hónapra nem elég? Nekem is kell a pénz, én is forgatom a pénzt. Mi? Három hónap múlva meghosszabbítjuk, ha kell. Megint három hónapra. És megint. Nekem csak az kell, hogy forogjon a pénz. Szűcs János elsötétedve nézett maga elé, és már sokkal csöndesebben és szomorúan mondta: Hát akkor, úgyis jó lesz, Ázik úr. Még aznap este megcsinálták az írás. Tanuként aláírta Rádupap és Mitru, a bíró, akik éppen bejöttek volt itt dogálni együtt. Írás szerkesztés közben nem sajnálta Ázikur az italt sem, Szűcs Jánostól. Mire felolvasták neki, már veresnek látta a világot egészen, s csak odanomta a hüvelykujját a keresztre, amit Ázikur tett tintával az írás alá. A pénzt azon nyomban megkapta. Úgy sietett haza vele, hogy alig győzte a boldogságot. Még az ajtóból is utána szólott a zsidó. De aztán minden csütörtökön. Elküldje ám a feleségét mosni. El, el! Kiáltott vissza Szűcs János az útról, s legszívesebben énekelni kezdett volna, hogy nem kell eladni az ispánnak a házat meg a földet. Így is félre csapta fején a kalapocs, mikor a jegyzőség előtt elhaladt hegykén, és nagyot köpött a léc kapu felé. Rádupa pedig ez alatt bent az ivóban rákönyökölt az asztalra, fél karjával átölelte Mitrut, úgy kacagott. Hoppá, frátyé, de megpatkolta ez a zsidó a magyart. Hoppá, ha? el, Mitru, a zsidó úr egészségére, s a magyar úr egészségére, s a rádupap egészségére, na mert az én vagyok. Ameddig nem jön, Anasztazi kucate, mert az az asszony vaj, mit rulj? Na, Isten éltessen sokáig! Szűcs János úgy repült be másnap Szamosújvárra, mint a madár. Gyalogosan ugyan, mint szegény emberhez illik, mégis repülve az örömtől, hogy megszabadult az ügyvédtől ezen a napon. Mert ügyvéddel összeköttetésbe lenni szegény ember számára nagy gond és veszedelem, ezt jól tudta Szűcs János. Sosem lehet tudni, micsoda papirossakkal áll elő az ügyvéd, az ember el is felejti, más akkor egyszerre csak ott van, mint a gonosz kísértet, mesterkedik az írásokkal, s egyből leszedi az emberről a gúnyát. Hát ezért jobb, ha az ember mentődik tőle minél hamarabb. Hajnalban indult, még sötétség örködött a falun. Tarisznyával, bottal kilépett a házból, az asszony még utána szólott. Aztán vigyázzon a pénzre, János lelkem, már egyből kint is volt az utcán. A lécajtó csikordult mögötte, fent a cigány sorban vonyított egy kutya, egyébként nagy-nagy csöndesség lapult a házakra. Valahol lent a negyedik udvaron nyikorgott egy kútgém, ahogy vizet húztak vele reggeli itatásra a marháknak. Szűcs János megtapogatta tarisznyájában a pénzt, ott volt, kendőbe kötözve. Körülnézett, hogy lám, milyen idő lesz. Az égen felhők futottak, nagy tépet szoknyájú őszi felhők, de lent nem érzett szélt. Hűvös novemberi reggel volt, szinte keményedett alatta a sár. Eső lesz, vagy hú, gondolta Szűcs János, azzal megmarkolta a botot s neki az útnak. Hosszú az út Varjastól Szamosújvárra, bizony hosszú. Hintónak négyes fogatnak semmiség, de már az egy lovas parasz szekér van, mit döcögjön odáig. Hát még a gyalogos ember van dolga a négy órán keresztül, ameddig beviszik. S egyszer föl, egyszer le. Igaz, hogy sár nincsen, mert a gyalogos ember nem az úton jár, hanem a szélin, És igaz az is, hogy változatos vidéket láthat a szeme. Egyszer kopár legelőtt sárga vízmosásokkal, máskor vizes rétet borzas fűszfákkal, majd számtások kockáit a domb tetein erdőt. Aztán, hogy jól beleszokjon, hát mind csak ezeket váltakozva, mert Ilyen a mezőség. Egyszer aztán az egyszerű, gyalogos ember nem siet, nem tereli a kíváncsiság, hogy vajon mi jön ezután, mert tudhatja előre. Vagy vízmosás legelő, vagy mocsaras rét, a patak partján fűszfák, a domboldal szántásokkal, s fent a gerince néha egy-egy erdő. Így aztán a gyalogos ember komótosan halad, nem sokat nézelődik, hanem inkább számot vet magával, meghányja veti az életet, s igyekszik azt elrendezni magában, kedve szerint. Mert ilyenkor arra való a gyalogos ember ideje. Terveket csináljon, s elgondolja, hogy így milyen jó volna, s úgy milyen jó volna a terveket tovább szője, gyönyörködjön növekedésükben, örvendjen nekik, s rájöjjön általuk, hogy mégiscsak szép az élet, a csúnya is. Szűcs János is ezzel töltötte az időt. Tarisznyájában volt a pénz, amelyik megszabadítja az ügyvédtől. Télen vállal egy kis erdővágást, azzal is keres, a disznót nem vágják le, hanem eladják, ők majd megélnek valahogyan, s mire lejár a három hónap egy részét a pénznek visszakaphatja a zsidó. A többit meghosszabbítják, tavasszal majd deregasan nekiáll, megdolgozza a földet, májusra el lehet adni a bimbóbórját, s a zsidó újra kaphat valamit. Nyáron nagy részt vállal az udvari aratásból, az öt hold is terem, ha ad az Isten egy jó kis időt, s ami felesleges, az újra megy a zsidóhoz. Így lassan, lassan, két év alatt, három alatt lekopik az adóság rendre. Akkor aztán vesznek két bornyút, jövő esztendőben újra kettőt. Jó ökörbornyút, aztán csak tehenet tartani, a másikat eladni, és helybe két ökröt persze, az az igazi ökör. A föld is jobban teremne mindjárt, ha ökör számtaná. Aztán venni fognak három malacot, abból kettő kihízik, egy eladásra, egy otthonra az asszonynak, s a harmadik marad kocának. Minden évben malacozik hetet, nyolcat, azokat fölnevelni, eladni, mindjárt lesz pénz a háznál. Lehet a gyermekeknek csizmát venni, ruhácskát, az asszonynak is. Szegények, elég ócskán járnak mostanában, no de ezentúl másképp lesz elrendeződik, minden baj elrendeződik. Csak ki kell várni a végét, ki bizony, aztán jön a jó. Most már a jó jön, ezentúl két ökör, koca, kis csizmák, kis gúnyák, a három jó mellé is kellene még pénz. Ez a jó szaporítja a pénzt, hogy legyen legalább húsz. Húsz hát, annyi is kell legyen, annyi is lesz és Szűcs János egyre könnyebben lépte az utat, s csak alig igazított egy keveset az életünkön, már ott is volt. Már látszott a kövér örmény templom, mint valami jó kotló a házi csirkék fölött, s már a nap is fent volt, jól elhaladta fele útját a délnek. Jókedvűen lépett be Bocán ügyvéd piszkos irodájába. Elgottam a pénzt. Mondta, s elővette a megcsomózott kendőt. Bocán, kis rossz képű, görbearcú, fekete ember, mogorván nézte végig tintás kezét a nadrágjába törülte, majd elővette egy nagy rokás iratot, és számolni kezdett. Szűcs János közben kioldotta a csomót, s a pénzt szép rendben kirakta az asztal sarkára megolvasva egyenként gondosan. Az ügyvéd maszatos keze álmosan fogta a ceruzát, számokat írt, összeadott, még írt hozzá, szorzott, újra összeadott, s végül ránézett apró disznó szemeivel az emberre. Itt van a pénz. Szűcs János biccentett a fejével. Itt. Az ügyvéd keze egyszerre megserényedett, ujjai begörbültek, mint a ragadozói, és rávetette magát a pénzre hangosan számolta végig. Aztán felhúzott szemöldökkel rábámolt újra az emberre, s elbigyeztette a száját. Ez nem elég. Szőcs János úgy megrándult, mintha mennykő csapott volna az orra elé. Nem elég? C ennyit tetszett kérni? S hökkenve nézte az ügyvédet. Az meg őt gúnyosan. Jó, barátom, az akkor volt. Azóta hozzájött a kamat, a perköltség, foglalási díj, kiszállás, minden, ajjaj! Szűcs János riadtan nézte az ügyvédet. Nem értette a dolgot. Hiszen, ha ő ezelőtt két hónappal ennyivel tartozott, akkor most sem tartozhatik többel, de tudta, hogy ügyvéddel nem lehet perbeszállni. Az ügyvéd Ír, amit ír, az szent még akkor is, ha a legnagyobb tolvajság a világon. Mennyi kell még? kérdezte rekedten. Bocán megmondta. Szűcs János elsápadt tőle, még meg is tántorodott egy kicsit. Instálom, hisz ez nagyon sok. Ez majdnem fele az egésznek, amivel tartozom. Az ügyvéd vállat vont. Nem tehetek róla, ennyi nem kevesebb. Addig a többit sem vehetem át, amíg az egészet be nem hozza. Szűcs János előtt elsötétedett a világ. Jó Istenem, de sújtod azt, aki szegény. Az ügyvéd vállat voncs elfordult. Szűcs János lassan megindult az ajtó felé, kezét a kilincsre tette, lábával a küszöbre lépett, de keze, lába nehéz volt és fáradt, akár ha ólomból készültek volna. Kint megállt a fal mellett. Jaj, hol voltak már az előbbi tervek, szép, megnyugtató, békés gondolatok? Hideg novemberi szél sűvített a város szennyes utcáján, a kilökött szeméten kolontos sovány kutyák turkáltak, s a tovasiető félúri népek rá se néztek Szűcs Jánosra. És akkor hirtelen eszébe jutott Kovács Ferenc, a magyar ügyvéd, akire szavazott választáskor, az megsegíti bizonyára. Kibogozza az igazat, mert nem lehet, hogy ez igazság legyen, nem lehet az. Már ott is volt a vízutcában, megkopogtatta az iroda ajtaját, s belépett. Adjon Isten minden jót! A köszönésre senki sem felelt. Az egyik asztal üres volt, a közbülső, a másik mellett ott ült álmosan és borzasan kulikúr, s a fogát vájkálta a penna hegyével. Na mi az? kérdezte annélkül, hogy abba hagyta volna ezt a műveletet. Az ügyvéd urat keresem, bátortalankodott Szűcs János. A képviselő úr Budapesten van, javította ki, Kulikur jó indulatú felsőbséggel a tudatlant. Mi kéne tőle? Valami kis segítség az én dolgomban. Kulikur még jobban belefeküdt a székbe. Hadd halljam! Szűcs János pedig elkezdeni, mondani a magáét. Jó messziről kezdve, körülményesen, hogy lehessen megérteni úgy, ahogy van. Kulikor pedig vájkalta a fogait közben, néha valami ételmaradékot kipiszkált közülük, azt megcsámcsokta és kiköpte a padlóra. Mikor aztán Szűcs János befejezte a magáét, és egész aggodalmának didergő figyelmével várta a szót, mely eldönti sorsát, és megmutatja az igazságot, akkor kulikor éppen csak egy kicsit hülyebb húzta szájából a tolszárat, úgy vetette oda egykedvűen. Márpedig, barátom, ezt ki kell fizetni. Szűcs János kétségbe esetten csapott a térdére. De tekintetes, uram, igazságos ez, hogy ma ennyi, és holnap már annyi? Ami lehetséges és végrehajtható az éppen olyan, mintha igazságos volna felelte mély filozófiával kulikúr fogpiszkálás közben. Az ember nagyot sóhajtott, aztán legyintett egy súlyosat, s az ajtó felé fordult. Na, Isten megáldja. Kulikur biccentet, Szűcs János kitopogott nehéz csizmáiban, mázsányi gondjaival a kovács irodából. Hazafelé az út már nehezebb volt párasztóbb, kedvtelenebb. Az idő is elromlott, éjszaki szél támadt, s apró szemű hidegeső vert alá a földre. A dombok borzongva nyúltak el a nyírkos párák között, fölöttük felhők, tömődtek, szürkék, nyúlósak, színtelenek, olyanok éppen, mint az úton lévő sár, mely az ember lábára ráragad, s húzza le a földhöz. Ment, ment Szűcs János a keserűség alatt, ment lelógó fejjel az úton, szembe jött a tisztartó úr, kétkerekű kordéja, még annak is elfelejtett köszönni, pedig úgy ült benne a tisztartó úr, mint valami jól táplált Isten. Meg is nézte Szűcs Jánost, rá is ösmert, s nagyon megakadt a nyaka, mikor hasztalan várta a köszönést. Mit törődött ezzel Szűcs János? Nagyobb baja van most neki, és sokkal nagyobb. Korcsmába se tért be az első elől, pihenni se állt meg, Mégis östelet, mire lucskosra ázva a faluba érkezett. Csontjáig érezte a nyírkos hideget. Egyenesen Ázik úrhoz ment. Itt a pénze, Ázik úr mondta nagy sóhajtással, s lecsapta eléje a bogozott kendőt. A kocsmában többen is voltak, felnéztek mind a hangra. Szűcs János nézték az orcáját, melyen végigcsurgott az esővíz, s mely szürke volt és beteg. A kis köpcö zsidó fürgén kurult a pulthoz, rátámaszkodott, nézte a kendőt, s aztán Szűcs János. Nem kell? kérdezte megütközve. Nem, Hát miért? Kevés. Mordult az ember. Számolja át, adja vissza az írást. De Ázik nem nyúlt a pénzért. Szaporán pislogott. Mennyi kellene még? Az ember ránézett sötéten, aztán megmondta. Ázik úr dörzsölgetni kezdte a szakállát. Hűha, az sok, az sok pénz. Hűha, csettintett az ujjával, Mormolt magában valamit zsidóul, aztán újra ránézett. Jöjjön be, intett neki a fejével. Szűcs János szívében megdöngött valami, tán csak nem, de hát ha. Hát ha, megadná azt is. És a lelke egyszerre csak megtelt reménységgel és hálával a kis szakállal zsidó ember iránt, hogy szinte sírva fakadt. Ázikor bement a belső szobába, megvárta Szűcs Jánost, és betette mögötte az ajtót. Figyeljen ide! mondotta. Én adom magának a pénzt. Ezt is. Szűcs János arca kigyulladt az örömtől. Igazán adja, Ázik úr. Olyan volt a hangja, mint a gyermeknek. Ázik úr azonban nem ért rá érzékenykedni, komolyan folytatta. Adom, adom, én megbízom magában, lássa. Nem kell újírást csinálni, majd hozzáírjuk a régihez, hanem maga is kell tegyen nekem valamit. Mondja, ázik úr, ömlött ki a hála az emberből, megteszem én, még ha embert is kell öljek. De ázik úr sokkal anyagiasabbat kívánt. Vettem az uradalomtól egy holderdőt. Azt maga levágja nekem, és rendbe behordja. Érti? Szőcs János nem lett volna földel bajlódó parasztember, ha nem futotta volna meg agyát hirtelen a számítás, hogy egyhold uradalmi erdő az 70-80 rakás. Azon egy ember eldolgozik 10-12 napot. A behordása 70-80 fuvar. Naponta csak egyszer lehet fordulni, jaj, ez bizony rengeteg munka. Két tehénke van, mit kínlódjon benne egész télen, még jó, ha bele nem pusztul valamelyik, mert a szén kevés. Lelkesedése lelohadt. Hiába. A szegény ember öröme is, szegény. Lehorkasztotta a fejét, és halkan nyögte ki a szót. Jaj, sok munka az ázikor, drága, nem bírom én ezt. Sem a két kis tehenem. A kis kövés zsidó egyszerre meghegyesedett. Nem? Hát hogyan gondolja, kérem? Ingyen adjam a pénzt? Mi? Azt elfogadná, ugye? De dolgozni érte már, nem? De ázikor, kérem, értse meg. Megcsinálja, vagy nem csinálja, ezt mondja meg. Szűcs János előtt elsötétedett a szoba, lehajtotta a fejét. Megcsinálom, na, nyögte, ha beledöglök, akkor is. Na, nyugodott meg Ázikor, megédjük egymást akkor, hát várjon, hozom a pénzt. A sorok bement, kulcsokkal zörgött, felnyitott egy nagy ládát, kaparászott benne egy keveset, aztán a ládát újra becsukta és visszajött. Itt van, számolja meg! Szűcs János megszámolta a pénzt, annyi volt. Szónékül bekötötte a kendőbe, a többi mellé meg se köszönte, csak begyűrte a tarisznyába. Mit köszönjön rajta? Sok az a holderdő, éppen elég sok köszönetnek. Na Isten megáldja, Ázik úr. Aztán a jövő héten lehet kezdeni a vágást. Jó, jó, ne féljen semmit. Az ivóban ülők felfigyeltek, amikor kijött, nézték, de nem szóltak hozzá, megkerült a rácsot, végig topogott a kocsmán, az ajtóhoz ment és kinyitotta. Sötétség és hideg esőszag volt odakint. Szűcs János szemére húzta az ázott kalapocs, már kint volt, megint az utcán. Ahogy haladt hazafelé, a keserűség lassan lelohadt benne, elnyugodott. Hát lesz valahogyan, jó, hogy megvan a pénz. Holnap be lehet menni újra, s odalökni az olá ügyvéd elé, hogy esne belé a féreg. Ennyi töménytelen pénzt annak a rusnyának. Négy hold földet lehetne venni ezen a pénzen, s még maradna is két borjúra való. Vagy az árszintjas szőlőjét, azt is meg lehetne venni a kaszálóval együtt. Ej, majd lesz valahogy. Ahogy a felázott úton hazafelé cubukkolt, az iroda kivilágított ablakán, ott látta állani a jegyzőt pipával a szájában, nézett a posta felé. Az ablak nyitva volt. A füstöt szellőztették. A posta ablaká le volt eresztve a függöny, de a függőre néha árnyék is rajzolódott. Könnyű az uraknak. Gondolta Szűcs János keserűen, és meggyorsította a lépteit. Franyek Zoltán megelégedetten nézett ki a sötét estébe. A kájhában sistergett a nyersva, kellemes meleg volt, s a tisztartótól kapott szűzdohány íz lett a pipában. Érdekes volt figyelni a postahivatal lefüggönyözött ablakát a reávetődő árnyékkal. Piroska van ott Bercivel. Csak azt sajnálta, hogy a felesége nem látja ezt az árnyátékot, biztosan örvendene neki. Gondolta kajánul. Franyek Zoltán egyébként is nagyon elégedett volt, mert remekbe fogott, Feljelentésére éppen aznap indult meg a vizsgálat az Egyházmegye részéről Holló János Doboi pap ellen. Kijött az esperes, s vele még két idősebb papi ember először őt keresték föl az irodán, kihallgattak néhány embert. Az embereket természetesen ő maga rendelte oda, s azt mondták, amit kellett. Csóválta a fejét sok derék nagy tiszteletű úr. Jegyzőkönyvbe vették a hallottakat, aztán elmentek dobolyba a paphoz. Holnap térnek vissza onnan szamos újvárra, ezt már nem viszi el, szárazom, holló János. Megszabadult tőle a két község, főképpen ő meg az uradalom. Majd az utódját kézbe veszik, mindjárt az elején, hogy ne legyen ideje elvadulni annak is. Igazságoskodni, hergelni a népet, viszálykodást teremteni a békés lakosság között, mert békés és jóféle nép az itteni magyar is, nem csak az olá béketűrő, csak kell érteni a bánást. A keményen rákiált az ember, mindjárt leveszi a kalapját, az is, ha nem is köszönkezi csókolommal, de olyan félénken néz, akár a gyerek. Jó vezető, kell a népnek, akkor nincs baj vele. Ranyek Zoltán úgy érezte, hogy ő éppen az a vezető, aki erre a vidékre kellett. Úgy érezte, hogy senki sem tudna helyesebben bánni ezzel a néppel, mint ő. Igazságosabban, előrelátóbban és eredményesebben. Mert mi a jó vezető hivatása? Békét, nyugalmat teremteni a dolgozó lakosság között engedelmességhez, alázatossághoz szoktatni őket a felsőbb akarattal szemben, és kiválogatni az érdemeseket, félretolni az érdemteleneket. Jó elégedett érzése volt, hogy megfelelt ennek a hivatásnak. Mindig és mindenben az ország érdekeit tartotta szem előtt, és a főispán többször meg is dicsérte. Na, franyek, ezt vagy azt jól csinálta, Hát igyekezett is. Folyton igyekezett, hogy jól csinálja. Olyan polgárokat neveljen a rábízott községek népéből, akikre bátran támaszkodhat az ország. Akik belenyugszanak a parancsokba, nem zúgolódnak az adó miatt, engedelmesek, alázatosak és megsüvegelik az úrikocsikat. Mert ez kell ahhoz, hogy rend legyen. Rend és békesség és zavartalan nyugalom az országban. Ilyen jól nevelt, alázatos, szelid nép. Mink ezek az itteni oláok. Ó, ezeknek fát lehetne vágni a hátukon, akkor sem röffennének össze. Nem úgy, mint az ilyen holló Istvánék. Na meg az ő doboi magyarjai között is vannak. Konkói hintők, izgágák, okoskodók, akik a kőszegi gyűlésen belemerészelnek szólni az ő dolgaiba. Na de eljön most nekik az ideje. Csak menjen el a pap. Mert az mind hergelte őket. Az dugott taplót a fülükbe. Érthetetlen, hogy egy-egy ilyen embernek mi bújik a bőre alá. Pranyek Zoltán jegyző úr nyugodtan és megelégedetten könyökölt ki az ablakba. Tisztának érezte a lelkét, sőt, egy kis szerény büszkeség is önérzeteskedett benne. Hogy ne? Hiszen ő a nagy purifikátor, aki megtisztítja az országot a szeméttől. Nézte a lefüggönyözött ablakot, s arra gondolt, hogy nem sokára új segédjegyző kell, mert ez, ha megházasodik, elmegy. A főispán biztosan betaszítja valahová a megyéhez, ha szépen megkérik. Biztosan Piroska fogja megkérni erre. Persze, a postára is jön majd valaki új. Csupa társadalmi változatosság lesz varjason. Vajon milyen lesz az új kisasszony? És Franyek Zoltán úr az ablakban, egy karcsú, szőke, valakiről álmodozott, aki ügyes lenne és szorgalmas, és kedvesen mosolyogna rá, valahányszor összetalálkoznának. És tisztelettel nézne utána, ha elmegy ő, a falu első tisztviselője, aki az állam képét képviseli varjason. Dobajban és még áldomban is az ország dicsőségére, mely Kárpátoktól az Adriáig ér, és hatalmának súlyával kellemesen emeli őt a többi emberek közé. A szamosűvári szekér, amikor azon az estén Dobojba megérkezett, olyan fekete volt a papoktól, mintha a villával hányták volna rá a gyászt. Az esperes meg két nagy tiszteletű társa, terjedelmes, jól táplált emberek voltak valahányan. Csak úgy gúvattak ki a paraszt szekér keskeny üléséből, pedig az egyik előlült, a szekeres ember mellett, hogy jobban férhessenek. Komoly volt és gonterhelt a három tiszteletre méltó férfiú arca, zord szótlanságba burkolózva döcögtették magukat a kátyuk közt, lépésben vergődő szekereken, ahogy emberséges hóhérokhoz illik, kiket egy emberi élet kivégzésére küldöttek. A kellemetlen feladat mellett még az eső is verte őket, és így hát igazán nem volt beszédhez kedvük. Behúzták nyakukat fekete kabátjukba, nézték a szürkeségbe szomorodott vizes novemberi világot, s figyelték a nagy kövér cseppeket, ahogy kalapjuk karimájáról egyenként aláhullottak. A páráló szalmafödelek alól csodálkozó szemek kísérték az ázott úri szekerezőket végig a falun. Néhány sovány kutya megugatta idegen szagukat, néhány kátyúba majdnem megrekedtek, csak a lovak becsülete mentette meg őket ettől, meg az ostorno, meg a szekeres ember nem éppen istenes bíztatgatása, amit lovaihoz intézett. Azért mégis megérkeztek a papi udvar kapuja csukva volt, és sehol nem látszott élő ember. A szekeres morogva leszállott, nekivetette vállát az otromba kapunak, s szélesre lökte. Már ott álltak az udvar közepén, és éppen kászálódott le a nagy tiszteletű társaság, mikor a pajta ajtaja kinyillott, s Gergőbá barátságtalan arca kinézett. Na, csodálkozott jámborom. Hát ide gyüttek, hozzánk. Jöjjön, öreg, jöjjön, szólalt meg ázott kalapja alatt az esperes. Hát mondja, itthon van a gazdája? Itthon hát. Hol legyen? Adta vissza a szót Gergőbá, de nem mozdult ki az ajtóból. Van hely a lovaknak? kérdezte a szekeres. Hely? Az öreg benézett a pajtába, aztán végig a lovakat, a szekeret, a szekeres embert, majd újra megnézte a pajtát, és csak azután felelt. Hát hiszem, éppen van, ha nagyon kell. Az esperes és két kísérője a tornácon rázták le kabátjukról a vizet, mikor kinyílott az ajtó, csodálkozva, de cseppet sem megrendülve kilépett Holló János. Ritka szerencse nagy tiszteletű uraim, fáradjanak bejebb szerényem otthonomba. Bizony az időjárás nem a legkedvezőbb az ilyen utazásra. A három derék úr sorra kezet fogott az áldozattal, akit kivégezni jöttek, aztán bementek a házba. Az első üres szobán hamar átterelte őket a pap, hideg volt ott és lakatlanság szag, de a másodikban égett a tűz, és a széles paraszt kemencén jó szagú ennivaló fortyogott. Tessék letenni a felöltőket, nagy tiszteletű urak, Sajnos csak ebben az egy szobában élek, nagyobb kényelemmel nem szolgálhatok, de amin van, azt örömmel megosztom ritka vendégeimmel. Tessék helyet foglalni, tessék ide, nagy tiszteletű esperes uram! A három komoly fekete papi ember, mindhárman jómódú családos polgár életet élvezők, csodálkozva és kissé, megörökönyödve néztek körül a dobói papilakás egyetlen szobáján. Bizony szegényes volt és kopott. Az egyetlen szekrény, az egyetlen ágy, az asztal, a három székkel mind szegényes volt. Bizony dísztelen volt és túlságosan is egyszerű a dobói pap szobája. Levetették a kabátjukat, János papa szép sorjában felakasztva a kemence fölé rakta, a gerendába vert szögekre hadd Aztán a szekrény tetejéről leemelt egy üveget, s az asztal fiából előkotort három csorba szélő poharat. Szilvórium nagy tisztelet, uraim! Jót fog tenni az ázás után. Egyik hívem hozta ajándékba múlt héten. Sorra töltötte a poharakat. Tiszteletes úr nem tölt magának? Nézett rá csodálkozva az esperes. János pap megrázta a fejét, és savanyún mosolygott. Nem élek szeszes itallal, könyörgöm. A három vendég összenézett. Némán felhajtották az italt. Talán még egyel méltóztassanak. Kínálta jó szívvel a házigazda ne, hogy hűlés legyen az ázásból. Azt mondják, jó ez ellen. Azt is kétták. Majd összenéztek, de gyorsan elkapták egymástól a tekintetüket. Egyik sem akarta elkezdeni. Az esperes körülnézett a szobában. Szerényen él a tiszteletes úr. Látszik, hogy magányos ember. János pap furcsán elmosolyodott. Jól tetszik mondani, igazán az vagyok. Magányos ember. Magányos ember ebben a faluban és ebben az országban is, úgy látszik. Azok hárman megint egymásra néztek. Látom, valami írással is foglalkozik a tiszteletes úr mondotta az egyik nagy tiszteletű, az asztal közepén tömötten álló papírcsomóra mutatva. Igen, felelte János pap szerényen. Írom az új bibliát. Mi csodát! Horkant föl egyszerre mind a három nagy tiszteletű. Az új bibliát. Ismételte még egyszer változatlanul, nyugalommal, Holló János. S magyarázólag hozzátette a magyar bibliát, a miénket. Azok hárman újra összenéztek, aztán az esperes hátradőlt a recsegő széken, két kezét türelmesen összefogta a hasán, s nagyot sóhajtott. Hát, magyarázza meg ezt nekünk. Tiszteletes Úr! Ezt a bizonyos Bibliát mivel, hogy éppen evéget jöttünk, és János pap magyarázni kezdett. Széles, alaposan kifejtette az okokat, melyek kényszerítették, hogy ebbe a munkába belefogjon kiszínezte a különbséget a magyar lélek és a zsidó lélek között, kiszínezte a különbséget a két nép életkörülményei között, s hogy mi az, ami az egyiknek jó volt, s a másiknak nem az, ami az egyiknek hasznos igazság volt kétezer évvel ezelőtt, a másiknak azonban kártékony igazság mai helyzetében. Szélesen, mély bölcsességgel fejezte ki ezeket, közben izgalomba jött, föl alá járt a szűk kis szobában, néha föllapozta a papírosokat és olvasott belőlük valósággal, lázba jött a gondolataitól. Mert merő ostobaság, ha én azt prédikálom ma a népemnek, hogy aki megdob kővel, dob vissza kenyérrel, ostobaság ez és öngyilkosság nagy tiszteletű uraim, mert ezt a népet itt kővel dobja ma mindenki, s ha az utolsó kenyerét is kiadja kezéből, akkor vérét veszik az idegen gazok, s a magyar nép lesz ezen a földön a ma húsvéti bárány, akinek nem lészen föltámadása több. S hazugság, ha azt ném, hogy aki fegyvert fog, az fegyver által vész el, mert ez a föld fegyvernek és vérnek a földje ezer esztendő óta. Kezünkből a fegyvert véglegesen kicsavarni semmi hatalom nem tudta még. De ha maguktól engedjük el a fegyvert, akkor kihull a kezünkből, s védtelenebbek leszünk, ama, egyiptomi búzavetésnél is, melynek kalászait barmok legelik, hogy ne teremhessen magot az úrnak dicsőségére. Barmok legelnek bennünket, nagy tiszteletű esperes úr, gonosságnak és gyűlölködésnek barmai, s ellenünkben a szeretet, ha nincs furkos bot a kezében. Olá! tót, rác, cse, sváb. Mind ebben az akolban akar kövérre hízni. És bizony, a jó pásztor ma új és célszerűbb törvényt kell szabjon magának a pásztorláshoz, ha menteni akarja a rábízott nyájat. Hallgatták a nagy tiszteletű urak a dobói papot, Hallgatták, s arcuk egyre sötétebb lett, fejük egyre lejjebb hajlott. Pogány beszéd volt, ami fülüket érte, keservesen pogány. De felháborítóan igaz beszéd volt, sajnos, minden pogánysága mellett. Érezték, tudták bent a lelkükben, igazat kellett adjanak neki. Bent, mélyen, ahol az Anya Szent Egyház minden embert egyforma szemmel néző nevelése alatt, még mindig pogányok. Magyarok voltak ők is, mert jó magyarok voltak mind a hárman. Családjuk volt otthon, szorgos kezű házias feleségük és gyermekeik, virgonc csintalan gyerekek, akik szívesebben hallgat, 48-as nagyapák meséit a vörös mint a zsidó proféták bajlódásait. Olló János elfáradt a beszédben, és elhallgatott. Állt a szekrény mellett, kezében az új magyar biblia teleért lapjaival, nézett maga elé távol balátó keserű arccal, aztán sóhajtott, s a papírcsomót visszatette az asztalra. Hát, ezt vállaltam én nagy tiszteletű uraim, s végeztem gyarló emberi erőm s lelkem szerint való igaz hitem szerint. Csak terpeszkedett végig a szobában. A három vették nem mert egymásra nézni, csak a padlót bámulták sokáig. Aztán az esperes lassan fölemelte a fejét, sóhajtott egyet ő is, és a papra nézett. Tiszteletes úr! Szép és jó munkát végzett, mondta halk, dörmögő hangon, és mi azért jöttünk, hogy megdicsérjük érte, mint magyarok. Mint papok azonban azt javaljuk, kérje, tiszteletes úr, a nyugdíjaztatását. Holló János fölemelte a fejét, s az esperese nézett. Az esperes pedig reá. S ráemelte a szemét a másik kettő is. Így nézték egymást néhány pillanatig. Aztán a dobói pap lehajtotta a fejét, s halkan Párottan, kicsit keserűen mondotta. Megértettem a szót. Nagy tisztelet, uram! Aztán az ajtóhoz ment és a rikkantott Gergőbá után, hogy tegyen tüzet a vendégszobába, s fusson Mári nénihez, mert vacsora kell. A három főpap bent a szobában összenézett, szótlanul. Aztán szinte egyszerre sóhajtott mind a három. Kár érte. Kár. Kár. Kint beszéd hallatszott. Gergő Bádörmögő mögő hangjas, egy asszonyhang, izgatott síró. Aztán a pap hangjas, megint az asszonyé, aztán csönd. Egy idő múlva bejött a pap, az ajtót lassan betette, néhányat lépett előre, és a szkoba közepén megállt. Arca furcsa volt, megilletődött, ünnepélyes, és nagyon keserű. Most már, kezdte különösereket hangon, s nem nézett egyikre sem, hanem föl, a mennyezet gerendáira nézett, most már igazán csak az Úristen ha ügyel az én magyarjaimra, más senki többet. Ma délután meghalt a nemzetes asszony. Magyaruk istene, vedd irgalmatba azokat, akik munkálták a te népednek igazát. Azóta, hogy a sír oda került a tanyai fák alá, a nemzetes asszony minden nap készült a halálra. Reggel alig végzett a kamarázással, abrakolással és egyéb dolgokkal, már ment le a sírhoz körül járt, aztán leült az új faragott padra, aminek még erdőszaga volt, s nem csinált semmit, csak nézett maga elé. Soha nem ült még eddig úgy, dologtalanul, mióta csak élt. A cselédek, messziről látták, nem győztek csodálkozni. Csak ő nem talált ebben semmi meglepőt. Egyszerűen nem volt, mint dolgozzom többet. Nem volt. Megszűnt a munka célja, értelme, megszűnt minden, ami hozzá eddigi életéhez. Miért? Kinek? István nem jön vissza. Nem olyan ez, mint mikor háborúba ment, és nem is olyan, mint mikor a kostánba vitték akkor kettőzve kellett vállalni a munkács az életet. Kettő helyett mert biztos volt, hogy visszajön, gondolni sem lehetett arra, hogy ne jöjjön vissza. Csak éppen azt nem lehetett tudni, hogy mikor. Keserves, hosszú, de szép várakozás volt. Minden este számadást csinálni. Ha holnap megjönne, mit szólna vajon? Ehhez, ahhoz, és minden estén büszkén gondolni, ennek örvendene. Ez úgy van, ahogy akarta. Ezt is megcsináltam. Azt is. A vetést bevégeztük idejében, nem talál hibát benne. Az állatok szépek. Most meg az aratást, szántást. Ide ezt vetettük. Oda azt. Úgy, ahogy rendelte. Igen, az más volt. Célja és értelme, diadala volt a magányos munkának. De most. Mire lehet most várni? Csak arra, hogy megszűnjön az élet. Elmúljon, eltávozzon, megmentődjön tőle az ember. Erre bárakozni munka nélkül is lehet. üldélig a padon, ha napsütött, ha szél fújt, ha eső esett, mindig ült, s visszagondolt az életre, sok apróságra, erre, arra, amit éppen gondolt. Istvára gondolt. Látta őt fiatal korában, kardosan, egyenruhában, majd látta véresen, piszkosan, segesváról jönni, Látta bujdokolva, látta a szekéren, ahogy jöttek, szökve Kolozsvárról. Látta az arcát, amikor megpillantotta a torliget hágójáról a leégett otthont. Istenem, milyen kemény volt az az arc. De olyan lehetett, akkor az övé is, igen, kemény életük volt. Nem olyan, mint ezeké, nem olyan cifra, kényes, páváskodó és léha. De többet is ért az életük, mint ezeké, a mostaniaké. Többet követelt, de többet is adott. Büszkeséget, akaratot, erőt. Hely, mit tudják ezek, hogy mi az élet komoly és igazi értéke. Alkotni, teremteni, védeni, mit tudják ezek az erzsébet félék hogy mit ér az élet. Az élet, amely idő és alkalom, szinte végtelennek látszó idő, és örökösnek tetsző alkalom arra, hogy tegyen az ember, cselekedjen, alkosson, építsen, küzdjön. <síns> mit érdenek ezek az élethez? Mit tudják ezek, hogy mi az, ha az ember fiatal? Van ideje dolgozni, akarni, tenni, van ideje, módja, célja, értelme. Majd ha ők is megöregszenek és kifogynak ezekből a kincsekből, az élet egyetlen igazi kincseiből, akkor talán majd ők is rájönnek. Ha nem lesz idő, nem lesz mód, nem lesz kiért, miért, és minek. Ej, nem jó megöregedni. Ott ült az öreg asszony délig a padon, aztán felkelt, s botjára támaszkodva fölment a házhoz, a tornácon megállt, lehajolt a földön heverő kutyához, megveregette a fejét. Ezt ő küldi neked, burkus, ő küldi a gazdánk. Ott voltam nála. A kutya úgy tett ilyenkor, mintha értette volna ráemelte nagy szomorú kutya szemeit. Csorba száját kinyitotta kissé, mintha mosolygott volna. S néhányat vert hálából a farkával. Bekiáltott a konyhába, hogy hozhatják az ebédet, aztán a szobába ment. Ott úgy volt minden, mint azelőtt. A kopott zöld húzatos bútorok, az íróasztal, a puska álvány. A puska állványon a gazda puskái, vadász botjai, ostora, vadászkése. Mellettük rendben a pipák, kicsi asztalkán a vágott dohány, szurkáló, fidibusz. Fogason a kalap, bekecs. Úgy éppen, mintha csak kiment volna a szobából, de dolga akadt, s elmaradt. Azonban minden percben megjöhetsz, akkor újra szüksége lesz mindezekre. Úgy állott a szoba éppen. Az öregasszony körülnézett, hogy rendben van-e minden. Aztán a nagy, sötét, keretes fali tükörhöz dépett, s nézte magát. Sovány arcát, pergamen színbőrét, ezernyi ráncát, a csipkés fekete főkötő alól kilátszó, Szürkehaját, száját, mely így is keskeny maradt és szigorú szemét, melyben a régi csillogás helyett valami furcsa köd maradt csupán. És arra gondolt bizony, öreg vagyok. Bizony ideje, hogy meghaljak én is. Meghalni. Olyan furcsa gondolat volt, olyan közeli és egyáltalán nem nyugtalanító, mintha azt mondta volna, holnap kékesre megyek. Olyan volt, mint valami előre megbeszélt úti terv, ami egészen biztos, hogy nem marad el. Éppen csak az a kérdés, hogy mikor. Mert az indulás majd hirtelen jön, és hát igen, nem lehet előre tudni, hogyan s miképpen. Kicsit zavaros ez a része a dolognak, olyan, olyan kétséges és egészen tisztázatlan, no, de a többi, ami azután jön, az már bizonyos és megnyugtató. Minden megszűnik, és az ember marad azzal, amit a lelkében magával visz ebből az életből. Istennek háló van mit vinni, s ha az ember gazdagon indul el, jó nyugodalma lesz. Azok között, akikhez lélekben tartozik. Valamiképpen mindenki ott lesz. István, elsősorban persze így vagy úgy valamiképpen. Ördög ért rá gondolkodni e félén, ameddig élni lehet. Majd kiderül. Lesz valahogy, s ez éppen elég. Az ebéd rendszerint rövid volt, keveset evett olykor zsörtölődött közben, a cserédekkel, de csak úgy megszokásból. Hogy fogod azt a tálat, te? Tégy már ide egy kanalat, az Isten álljon meg! Ebéd után leült a régi karos székébe, behunyta a szemét, s olyan volt éppen, mintha István is ott ült volna még mindig a másikba, bodros, felhőket eregetve a pipából, halk pöfékeléssel érezte a pipa füstöt. Hallotta a halk kis mozgásokat a másik karos székből, egy-egy kis recsenést, mikor valaki keresztbe rakott lábait megcseréli, koccanást, midőn a pipa a karfához ütődik, és lassan elaludt. Így ment ez minden nap. Este bejött Ambrus, nehézkesen ott rombán, és beszélt a szántásról, az őszivetésről, a borjakról, meg a kocákról, de néha nagyokat sóhajtott közben. Az öreg asszony nem szólt közben, mint régen, mindent reáhagyott. Jól van, Ambrus, csak csinálja tovább, maga tudja, hogyan kell. Szelíd jó érzés volt, minden megy a maga rendjén, minden jól van, rendben van, eligazítatlanul semmi sem maradt. Ambrus tudja, mit kell csináljon holnap, s mit kell csináljon jövőben, s mit azután, éveken át, tudja előre. Akármikor itt lehet hagyni a házat és az életet, a rend nem zökken. Az abrakolás reggel ötkor rendesen megtörténik, tudják, mit hová kell tenni, melyik ökröt kell kicserélni, melyik tehenet eladni, mit, hogyan, s mikor végezni. Meg se látszik, ha István után megy ő is. Ambrós attól kezdve majd eljárogat három-négy naponként a szegény beteg unokához, és elmondja neki a dolgokat. Ugyanígy, ezzel a lassú dörmögő hanggal. Szegény nyomorék majd közbekérdez, mond, rendel ezt-azt, kedve jön a tanyához, talán ide is költözik, szegény. S megy tovább az élet, ha nem is olyan jól, sem is olyan szépen, mint kellene. De megy. Ó, Istenem, szegény unoka! Micsoda ember lett volna? Akár a nagyapja? Olyan éppen? Ej, bizony. Ambrosz bizony. Na, csak csinálják így tovább, és te megáldja gyógyszakát. És egy délután egy esős csúnya novemberi napon nem kelt fel többi a karos székből a nemzetes asszony. Minden úgy ment azon a napon is, mint máskor. Fekete esőgallériában ült a sír mellett, aztán feljött, megsimogatta a burkust, nézte magát a tükörbe, megebédelt, és ebéd után leült a szokott karos székébe. Végignézett a puska állványon, a pipa tartón, kalapon, bekecsen. Úgy látta, minden rendben van, s lehunyta a szemét. Érezte, hogy István ott ül szemben. Meggyújtotta a pipát, pöfékel, az égő fidibuszt a földre löki, s rátapos. El, István, István, sose szokja le. Kiégeti a padlót, István csöndesen elmosolyodik a pipa mögött, megsimogatja kis fehér szakállát, lábát átrakja a térdén, kint esik az esős, minden rendben van, és béke van, és csend van, és jó, jó nyugalom. És a nemzetes asszony elaludt örökre az ócska karosszégen. A főispán csak másnap estére érkezett haza Budapestről. Az állomáson várta a födeles kocsi csorgott róla a rossz kedvű novemberi eső, az állomás melletti vásártér olyan volt, mint egy nagy szennyes mocsár. Cuppogtak a lovak az út agyagos sarában, Döccent a hintó erre arra. A főispán behúzódott prémes felöltőjébe, szivarra gyújtott, s nézte az esőben elvesző dombokat, az ázott kopárságot, ami az út két oldalán kísérte. Nézte, gondolkodott. Szomorú volt. Valami furcsa szomorúsággal. Nem úgy, mint mikor az embert valami Hirtelen vesztesség éri, hogy megdöbbent tőle, s egyszeriben elfeketül minden. Nem úgy volt szomorú. Ez a szomorúság lassan jött. Ki tudja, honnan indult, és már ott lapult régóta a lelkében. Talán már apja halála előtt is ott volt. Érezte városon, hogy egyedül sétál az utcákon, érezte hivatalba, ha az ablakon kinézett és kint borongós, szürke idő volt. Érezte máskor is. Tulajdonképpen régóta otthorta magában. Tudta, hogy az anyja is meghal. Hiszen mindenki meghal egyszer. De úgy érezte, hogy nem csak ők hallnak meg az öregek, de velük együtt valami más, amit nem lehet pótolni többet. Hogy mi csoda? Istenem. Ezt nem is lehet tudni. Nem lehet szóval kifejezni. Valami talán az egész életből valami talán az életnek egy része, egy nyugalmas és biztos kis darabja, igen. Ez lesz az életnek egy darabja. Ha jobban elgondolkozik rajta, akkor már neve is van mindjárt ennek a darab életnek. Így hangzik: Tanya. Tanya. Békesség. Rend. Kicsit olyan világtól elmaradt rend és világtól elmaradt békesség, de megnyugtató és biztonságos jó volt tudni, érezni, hogy van minden mögött a politika kavargása, irányok, célok, utak összevisszasága, érdekek és intrikák, barátságok és ellenségeskedések, népi kérdések és országos célok szövődményes útvesztője mögött, jó volt tudni, hogy valahol messze, a mezőségen szinte-szinte a világ végén már van egy ház, és két öreg ember, és van egy egyszerű, istálló szagú élet, mely egyforma nyugalomban áll, és nem változik semmit. Nem változik semmit. Amikor kereken a világban minden változik, percről percre, az emberek és a célok, a politika, a felfogás, a szempontok sokasága, a nyugtalanítóan minden változó, egyszer ez kerül felszínre, egyszer az egyszer. Innen kell nézni az igazságot, egyszer túlról, egyszer ezer éves ország Kárpátoktól az Adriáig, egyszer nemzetiségi viharsarok, egyszer hatalmas monarchia. Az egyik miniszter ma ezt mondja, holnap a másik azt, kormánypárt és ellenzék, és a látható felszín alatt. Örökös hullámzás, változó célok, érdekek, irányok. Jó volt tudni, hogy van egy tanya ahol ha bosszantó is a konok a mezitlábas cseléd, a trágyaszagú ispán, de állandó és változatlan benne a rend és az irány, és talán a maga ősi egyszerűségében helyt álló és igaz. Alap, amelyik van. Az ember érzi a földet és a föld szagait és néha talán azt is érzi, hogy szebb, jobb, és embernek valóbb élet, mint az a másik kavargó valami, mert gyökere van. Mély, mély gyökere, amely lenyúlik egészen az ősi primitív dolgokig, a munkáig, a születésig, a földig és a békességig. Hát, ha én is így élnék. Vetődött fel benne a gondolat. Nem volt új gondolat ez. Gyakorta eljött, különösen az utóbbi hetekben, ha fáradt volt és rossz kedvű. Az utóbbi hetekben sokszor volt rossz kedvű és fáradt. Az ország dolga egyre zavarosabb lett. Bonyolódott ez is, az is valahogy nem érzett földet a lába alatt. Megszűnt az a biztonság, ami régen támasztotta. Ott kellene hagyjam az egészet. Nézett ki a födél alól a szomorú, szürke esőbe, a csatakos, lompos, őszi dombokra, és arra gondolt, hogy meghalt valaki. Csak egy száraz, szigorú öregasszony, nem is nagyon értették egymást. De mégis, mintha a világnak az egyik fele vele együtt halt volna meg, és csak a másik fele maradt. Ez a csúnya, csatakos, kietlen és szomorú. Érdekes, gondolta. Sose hittem, hogy ennyire hiányozni tud valaki akivel nem is éltem együtt, csak azért, mert az anyám. És nézte az esőt, amely csorgott, csorgott szürkén, és egyre távolabb vitte a dombokat. Este volt, mire hazaérkezett. Először egyenesen a tanyára akartam hajtani, de aztán meggondolta magát. Minek most? Úgyis mindegy. Majd holnap. Temetés előtt. És azután is gyakran fog kiárni a tanyára, a ház úgy marad, ahogy van. Talán később egyszer, ha Gábor majd megnő, megházasodik, ők ketten Erzsébettel kiköltöznének oda. Nem lesz más dolguk, csak nyesni a gyümölcsfákat, nézni a vetést, aratást, és lejárni esténként a tóra, vadrucát vadászni, talán bizony nem is volna rossz. Gondoznák a két öreg sírját, és még az is megtörténhetik, hogy a kripta egészen üres marad, ők is oda temetkeznek, a kör is fák alá. Nem lehet tudni azt, s ha az ember hosszasan él ott fenn, sok mindent másképp lát, másképp ítél. Nem lehet tudni azt, mire fordul az ember, a szürkület barátságtalanul nyomta a falut. A kert ázott fái, ködött diderektek, bevágódott a kerék mélyen, fújtak a lovak, ahogy belefeküdtek a hámba. Aztán fölértek, és a födeles hintó megállt a kastély lépcsője előtt. Az inas ott állt a helyén, a verandán lámpa égett. Itt van a báróné, az inas csodálkozva nézett. Igenis, a méltóságos báróni, itthon van. Bosszankodva ment föl a lépcsőn. Mit néz úgy ez a marha? Lehetne a tanyán is, sőt, hiszen... A verondán ott állt Erzsébet. Telt kisé hízásnak induló alakját, szinte lányosra karcsosította a hosszú fekete ruha. Szemei vörösek voltak, látszott, hogy sírt. Sírt. A fő van megcsókolta a feleségét, és elgondolkozott ezen, miért sírt. Hiszen nem szerette az öreg asszonyt. Milyen furcsák az asszonyok. Sírnak, azt sem tudják miért. Valaki meghalt, hát sírnak. Ha nem is szerették, hiszen Erzsébet nem szerette. Ő nem sírt pedig. Ő nem sírt, nem is jött, hogy sírjon. A sírás és a szomorúság az egészen különböző dolog. Erzsébet nem szomorú, de sírt. Őszintén sírt, látszik a szemén. Furcsák az asszonyok. Erzsébet halkan mondta. A nagy ebédlőben van a ravatal mindent elintéztem. Holnap délelőtt jön az esperes. A főispán megdöbbenve nézett rá. Hol? Ide hoztad? Persze, mondta az asszony, a nagy ebédlőben van. Sajnos virág kevés van most, ami volt a virágházban, azt oda tétettem. Szegény minkanéni szerette a virágot. S úgy nézett a férjére odaadó, meleg asszonyi nézése, mint aki azt mondja, látod, úgy csináltam mindent, ahogy szeretnéd. A főispán állt, halántékában lüktetett a vér, keserűség és bosszúság lepte el hirtelen. Idehoztad az anyámat. Miért? Az asszony tiszta szemmel csodálkozva nézett rám. Miért? Mert innen könnyebb kivinni a kriptába. És különben is a tanya szűk, hogy férnénk el egy kicsi szobában. Az udvaron nem lehet ilyen időben. És egyébként is apádat ma áthoztuk a kriptába, hogy együtt legyenek. A főispán csak nézett maga elé, sápat meggyötört arccal, aztán sóhajtott, jó, ha már megtettétek, úgy akarták, hogy ott legyenek. Az asszony tiszta, nyugodt tekintettel nézett vissza. Igaz, hogy ők úgy akarták, de nekik már mindegy. S te azt akartad, hogy a krittában legyenek. Hát azért csináltam. Egyébként is nem figyelt az asszonyra. Levetett a felöltőjét, áthaladt a pipázon, és benyitott a nagy ebédlőbe. A nagy terem közepén ott állt a ravatal. Körülötte gyertyák égtek, fenyőszag és hervatvirágok szaha volt a levegőben, s az öreg asszony út feküdt a nyitott koporsóban, éppen úgy, mintha aludt volna. hegyen ment a ravatalig. Ott megállt, és nézte az anyját csontos sovány arc olyan volt, mintha még élt volna. A száj szigorúan összecsukódva, a hegyes áll makacsul és dacosan előre ugorva, s a száj körül, és a szemek körül keserű és kissé bosszús ráncok, mintha éppen arról álmodott volna, hogy nem teljesítették parancsait. Mégis ott kellett volna hagyni a tanyán mondotta a főispán halkan, amikor kijött és kezével végig simított a homlokán. Erzsébet vállott vont, elfordult és nem felelt semmit. A szertartást az öreges peres végezte, hosszú beszédet mondott, áradozót, teledicséretekkel. Mögötte hallgatagon állott Holló János, palástal a vállán, s lehorgasztott fővel nézte a ravatal virágait sem cseléd, sem senki a parasztok közül nem volt bent a szobában. ne, hogy behozzák a sarat. A szegénység kint állott a kastélyudvarán, félrehúzódva a konyha mellé. Tanyai cselédek, öreg falubeli magyarok, kik őszinte és igaz bánkódással jöttek el, hogy megadják a nemzetes asszonynak az utolsó tisztességet szitált a hidegeső, lucskosra áztatta valamennyi őket, de azért álltak türelmesen, és halkan beszélgetve várták, hogy bevégződjön a szertartás, és legalább annyit megtehessenek ők is, hogy elkísérjék utolsó útjára azt, akit hatvan évig féltek és szerettek, s aki hatvan évig szitta és szerette, gondozta és segítette őket. Aztán megláthatták a koporsót, amint cifra zsinóros halottas szolgák kihozták a kastéból, rátették az ökrös szekérre, telerakták koszorúval, és elindították. Láthatták a főispánt a koporsót vivő szekér mögött haladni, s még sok más úri népet, s a végére ők is odasorakozhattak szerényen és illedelmesen, nem szólt érette senki. Láthatták a kriptát homlokán a címerrel, hallhatták az öregesperes éneklő hangját, aminek csak a végét értették meg, ami atyánkot azt mind együtt mormolták födetlen fővel a szitáló esőben, néhányat dideregve is a novemberi széltől. Aztán látták a koporsót még egy pillanatra, ahogy a nagy hideg kőkripta tátott szája elnyelte, s vele együtt sorra a koszorúkat is. Az úri nép oszlani kezdett. Erre ők is összenéztek, ázott fejükre fölrakták a kucsmát, s lassú, cammogó csoportokban elindultak vissza ki a maga kondjai közé. Isten nyugosztalja azt, aki meghalt, és segítse meg azt, aki még él. Ugyanebben az időben Brencsák a tisztartó, tekintéjének teljes súlyával birtokba vette a tanyát. Nehogy a gaz cselédek ellopjanak valamit, azonnal leltározott, számba vett, rendelkezett. Kovács Ferenc, mikor a temetés után kiment a tanyára, hogy kötelességének eleget tegyen, már ott lelte az istállóban, amint Ambrussal hangoskodott. Már pedig vegye tudomásul, hogy ezentúl az lesz itt, amit én mondok, és nem amit maga, érti? Vén és ha nem tetszik, menjen az Úristenhez. A régi cselédek összeverődve hallgatták a tisztartót, féltek, nem tudták, mi lesz velük. Ambrus az öreg, aki abban a percben érkezett haza a temetésről, Falfehéren állt, az istáló ajtajában, aztán szó nélkül megfordult és kiment. Én már öreg vagyok, mondott a Kovács Ferencnek. Ezennel kilépek a szolgálatból. Tessen megmondani, fiskális úr annak a tisztartónak, mert én ilyen emberrel szóba nem ereszkedhetek azzal el is ment haza. Kovács Ferenc pedig oda ment Brencsákhoz. Az úr mit csinál itt? kérdezte szigorúan. Hm? Mi? Leltározok. Felelte az, s végignézett az ügyvéden. Miért kérdi ezt a képviselő úr? Mert én vagyok megbízva a végrendelet végrehajtásával, és abban nincsen arról szó, hogy magának az itteni dolgokba beleszólása lenne. Brencsák két nagy tenyerét a szívére csapta. De kérem, én csak a gazdámat szolgálom, én csak azt akarom, hogy itt ne lopjanak el mindent ezek a gazemberek. Képviselő úr nem tudja, hogy milyen a cseléd, milyen a paraszt. Egy fél percig vegye le róluk az ember a szemét már mindent széthordanak, én tudom. De Kovács Ferencet nem volt könnyű lerázni. A vagyon Varjasi Istváné és Varjasi István dolgaiban Varjasi Gábor tisztartójának semmi beleszólása nincsen. Ambrust visszahívták, és Kovács Ferenc ezeket mondta. Öreg, Magát teszem felelőssé mindenért. Maga végezze a dolgát tovább, ne törődjön semmivel és senkivel. A maga gazdája a beteg Báró István. Neki tartozik számadással, az Úristen előtt pedig elhalt gazdáinak. Érti? Hát úgy ügyeljen. Rancsák, nagy dohogva elment. Három napig várt, aztán a fő elé állott. Méltóságos uram, engedelmet kérek, hogy beleszólok olyan dologba, ami nem tartozik reám, de azzal a tanyával tenni kéne valamit. Szé jó, azt mondják, az Istvánka kabárójé. De István kabáró nem mehet, hogy utána nézzen, hát mégiscsak mi kellene tegyünk valamit. A főispán rossz kedvű volt. Vissza kellett térjen a városi környezetbe. Várt egy rakás elmaradt dolog. Párgyűlések, bizottsági gyűlések. Elvégezni valók a megyeházán. Csupa kellemetlen és fárasztó kötelesség. Élesen nézett a tisztartóra. Miért? Van valami baj a tanyán? Brencsák felhúzta a vállait. Két kezével sajnálkozó mozdulatot tett, aztán kibökte. Én nem mondok semmit, méltóságos uram, de nem tetszik nekem, amit ez az Ambrus ott egymagában mivel. Régóta figyelem már ezt az embert. Nem méltóztassék hinni, hogy indulatból mondom. De én mindig hűséggel szolgáltam méltóságodékat, és nem szívesen látom, hogy tolvajlás folyik a bagyomban. A főispán összehúzta a szemöldökét. Egyébként is bosszús volt a végrendelet miatt. Micsoda nevetséges ötlet volt erre a szegény, beteg gyerekre hagyni mindent. Hogy gazdálkodjon. Hogy? A beteg ágyból? És egyáltalán mit kezdjen egy birtokkal ilyen állapotban? még csak örvendeni sem tud a vagyonának. Azt mondja Brencsák, Azt mondja, hogy ez az Ambrus nem tisztességes? A tisztartó behúzta nyakát a vállai közé, két karját széttárta, aztán összecsukta megint, és sajnálkozva ingatta a fejét. Én nem mondok semmit, méltóságos uram, én látok, amit látok, de nem az én dolgom, hát nem mondok semmit. A főispán bosszúsan harapta el egy szivar végét, és rágyújtott. Ide figyeljen, Brencsák! Vegy át a tanya felügyeletét. Ambrus megmaradhat állásában, azonban maga rendelkezik fölötte. Érti? A tisztartó arcán elégedett kövér mosoly lapult, azonban elrejtette gondosan. Nem lehet, méltóságos uram, Kovács képviselő úr azt mondotta, hogy nekem ott semmi keresni valóm. A tanya nem tartozik az uradalomhoz. A főispán bosszusan fújta ki a füstöt. Megint ez a kovács, ide figyeljen, brencsák, mondta keményen és haragosan. Azt tegye, amit mondok magának. A birtok a fiamé, tehát ő rendelkezik fölötte. Ő magát bízza meg, vagyis én bízom meg magát, mert én vagyok a fiam vagyonának a gondozója. Ebbe a képviselő úrnak semmi beleszólása nincsen. Kap egy felhatalmazást, és ellenőrizi Ambrust. Irányítja a birtokot, éppen úgy, és azzal a felelősséggel, mint az uradalom többi részeit. Értette? Brencsák kövéren hajladozott. Igenis, megértettem, méltóságos uram. Mielőtt elutaznék, még kimegyünk oda és megnézünk mindent. Fogasson is, mert kevés az időm. A főispán még nem volt a tanyán a temetés óta. Folytonosan készült rá, de valahogy nem volt bátorsága. Most, hogy ott szortyogott vele a kocsi a sáros tanyai úton fölfelé, egyszerre megrohanta mindaz a sok érzés, ami elől menekülni akart. Ott voltak a cselédházak, salomtalan, nyúzott, kőr az út két oldalán. Látszott a nagy diófa is, csupasz ágain varjak gunnyasztottak, mint nagy, sötét foltok a novemberi ködben. Istenem, mikor ezeket a kőrisfákat ültették, itt játszott éppen a béres gyerekekkel. Hét cigány ültette a surgyé csemetéket, s az öreg úr meg az öreg asszony nézték és ügyelték a munkát. Szépen megnőttek a fák azóta. Megnőttek, kiterebélyesedtek. Megnőtt és kiterebélyesedett az élet is. és messzire hagyta maga mögött a fákat. Vajon jól volt ez így? Vajon itt kellett volna maradni a fákkal, gyökereket ereszteni a földbe? A kisház ház zárt ajtóval elhagyottan állt. Tornácán sáros nyomok égtelenkedtek, a konyha mögül előcammogott, burkus, öregesen, lomposan, állt és nézte a kocsit szomorú kutya szemekkel. Hát, ha éppen most jön haza a gazda. A fő ispán pattintott neki, de még a farkát sem csóválta. Ambrus előkerült a kulcsokkal, kinyitotta az ajtót. Nyers, hideg levegő volt a szobában, lakatlanság szaga. A kis pipázóban úgy állott minden, mint az előtt. A zöld húzatos bútorok, a fegyverállomány pipa tartó. Szinte élt a szoba, szinte olyan volt, mintha csak be kellene gyújtani a kájhába, és mindjárt bejönnek az öregek is, elfoglalják helyeiket a régi székben És az óra fönt a falon elkezdene ketyegni. Ez a szoba itt így marad mondta a főispán halkan, amikor kijöttek. Nem szabad hozzányúlni semmihez, érti? Igen, mondták egyszerre Ambrus meg Brencsák. A főispán Ambrusa nézett. A tisztartó úr majd utána néz a dolgoknak, Ambrus. Minden utasítását tartsa be, s az ő tudta nélkül sem eladni, sem vásárolni nem szabad. A pénztárt majd az uradalmi pénztárral együtt a tisztartó úr kezeli. Ambrus nem szólt semmit, csak lehajtotta a fejét és sóhajtott. Brencsák diadalmasan nézett szét az udvaron, mint egy nagy, kövér, vörös kakas, aki csatát nyert a szemétdombon. A házat pedig ügyelni kell, Brencsák. Rendesen gondozni és tatarozni, hogy baja ne essék. A burkusnak viseljék gondját, amíg él. Azzal fölült a kocsira. Berencsák, maga most maradjon itt, és vegyen át mindent. Hetenként egyszer menjen föl István kabáróhoz, és referáljon neki. Na, mehetünk. Magára húzta a pokrócocs, amíg a kocsi lassan dagasztott lefelé, nem nézett se jobbra, se balra, csak egyenesen a lovak füleire. Így is, mintha a magányosan maradó ház nyögését hallotta volna, így is a lelkébe tépet valami kegyetlen, rossz, hideg érzés, és egy hang súgta, súgta a kerekek szotyogásában, hűtlen vagy, hűtlen vagy, eltemeted az életünket ami még itt maradt. Brencsák minden vasárnap délután négy és öt között bekopogott a betegszobába, az ápolónő ilyenkor abba hagyta az olvasást, az ajtóhoz ment, kinyitotta, és Brencsák bejöhetett. A beteg sápadtan mosolygott az ágyban, már várta ezeket az órákat, egész héten keresztül várta, amikor hírt kaphat a tanyáról. Emlékében úgy élt elevenen a tanya, ahogy utoljára látta: békésen, dolgosan, szelíden, tele a gondoskodás ezer apró jeleivel. És ilyenkor újra látta, újra ott élt, érezte a szobák szagát, hallotta a békák zsungását a völgyben. Egy kicsit élt ezekben az órákban, minden vasárnap délután négy és öt között. Először Brencsák beszélt, hogy mit dolgoztak a héten, mit adtak el, mit vettek, hány borjú született, ez meg az, amit följegyzett ezbe, amit elmondott. Aztán a beteg kérdezett, hogy megvan-e még a burkus, hát a zsófi bivaj, most is annyi tejet ad? Hát a két sárga, szellő meg fürge. jönnek -e még krajcár után a béres gyerekek? Brencsák mindenre felelt. Burkus, hogy ne, él még. A zsófi bivaj, az bizony öreg már. Tejet sem ad, jó volna eladni. Szellő megdöglött. Fürgét múlt héten megvette egy fuvaros, egyébre nem volt jó már a béres gyerekek pedig ne is jöjjenek, egye meg őket, a fene csak gazemberséget csinálnak mindig. Aztán a beteg rendelkezett még a maga módja szerint apróságokat, hogy vigyázzanak a burkusra, mert nagyapa nagyon szerette, Zsófi vajat nem szabad eladni, nagymama kedvence volt, ha éljen nyugdíjba, ameddig tud. Fürgét sem kellett volna eladni, hozzá még fuvarosnak, Megkínozza szegény, pedig jó volt, becsületes. Ilyenkor mindig elszomorodott István tehetetlenül emelgette sovány karjait. Istenem, ha ő most ott lehetne, nézhetné, csinálhatná, bizony az ember, ide, húsz éves elmúlt, és olyan, mintha nem is élne szemében könnyek csillogtak, az ápolónő titokban intett brencsáknak, s a tisztelató fölkelt, köszönt, ígért, hogy minden úgy lesz kívánsága szerint, még azoknak a tolvajkölyköknek is adhat néhány krajcát, ha kell. Azzal kitopogott nagy csizmájával a beteg szobából, ahol állt, a parkettem maradt egy kis sáros szürke folt, s a beteg azt nézte hosszasan. Ez volt az egyetlen, ami a következő vasárnap délutánig összekötötte a külső világgal, azzal, amit közönséges szóval életnek neveznek. A beteg így élt. Reggel hétkor bejött az inas, tüzet rakott, felhúzta az ablak függönyét. Miután kiment az ápolónő, egy kövér jó indulatú idősebb nő, felkelt a túlsó fal mellé állított ágyból, melyet egy tarka mintás, Oaszfalt akart, felhúzta a papucsát, és lapp, slap, oda csosszogott a beteghez. István ilyenkor már nyitott szemmel feküdt, s a mennyezetet nézte. Ismerte jól a fehér vakolat árnyék foltyait, még a legkisebbet is. Tudta, hogy reggel, amikor a függönyt felhúzzák, a mennyezet közepén, ahol a függőlámpa számára magányos horog égtelenkedik, bár sem használták. Egy nagy madár körvonalait fogja látni. A nagy madár egy ágon ül, lehet sors, de lehet valami nagy bago is. Fején kis van, csőre hosszú és hajlott. A repedezett vakolat, árnyéka, odébe egy lovas embert mutat, a ló vágtat, fargát magasan tartja, a lovas kezében kard van ott túl a bal sarokban apró kis kutya ül, nagyon barátságosan néz, és éppen az ágyra. Ismerte ezeket az árnyékokat mind esztendők óta, és reggel, mihelyt a világosság szétterjedt a szobában, megkereste őket. Nézte a bagyot, a lovas embert, a kutyát, és nem gondolt semmire. Az ápolónő odacsoszogott, és édeskés hangon megkérdezte. Na, hogy aludtunk, lesz-e székletünk ma? Az ápolónőnek, aki egyébként Amália madámnak hívtak, és nagyon derék, jóindulatú asszonyság volt, ez az utóbbi kérdése képezte legkomolyabb gondját. Eredménytelen kísérletezések után valósággal aggodalom ütött ki rajta, nem lelte helyét, tetvett a beteg körül, és azonnal ricinus olajat akart beléje önteni. Mikor ezzel készen voltak, bejött az inas, fölemelte a beteg élettelen, könnyű testét, és Amália madám az alatt gyorsan lepedőt cserélt, megigazította az ágyat. Mosdás után betakarta a dunyhával, és kinyitotta az ablakot. Ez a napnak egyik öröme volt. Bejött a friss levegő, fák, lombok, füvek szagával töltötte meg a szobát, behallatszott a madarak hangja, cinkéké, pirókoké, varjaké, nyáron vadgalomboké, sárgarigóé, és hallatszott a kutyák ugatása és morha bőgés. Élet volt, csupa élet mindenütt, és csupa mozgás. Igen, mozgás. István nem tudott mozogni, csak karjai engedelmeskedtek és a lábfejek. Néha órák hosszat eljátszott a kezével vagy a lábujjaival mozgatta őket, hogy érezze a mozgás szabadságát. Tombjával föl a válláig érzéketlenek voltak az izmok. Nem is izmok voltak már, néha végig tapogatta magát a kezével. Csak lötyögő, furcsa húsdarabok a bőr alatt halottak, mozdulatlanok. Időnként egyik vagy másik oldalra kívánkozott, ilyenkor Amália, madám fordította meg akár egy darab fát. Ahogy ott feküdt napokon, heteken, éveken keresztül, úgy gondolta mozgása, mint valami különös, titokzatos, isteni adományra ami az életet kitölti, életté teszi. Úgy emlékezett rá, mint valami távoli, szép álomra, hogy valamikor megmozdította magát és felült, annélkül, hogy gondolt volna erre a cselekedetre. Aztán felállt, kiegyenésítette a gerincét, s a lábai földön voltak a feje fönt, úgy nézett széjjel. Majd egyik lábát a másik elé tette, és járt járt, ment ide és oda. Úgy végezte ezt, mint valami természetes dolgot, és nem is érezte, hogy az, amit végez, csodálatos és rendkívüli ajándéka a sorsnak. Ablakcsukás után jött a reggeli. Kávé, pirított kenyér vajjal. Abból is csak keveset evett. Amíg a pirított kenyeret rágta, emlékezett, hogy valamikor élvezet volt az evés, mulatság, öröm. Nem értett, hogy miért. Talán a mozgáshoz tartozott az is. Délelőtt bejött az anyja, beszélt vagy olvasott. Néha Markitka is bejött, ült egy fél órát, aztán elment. Dolga van! mondotta, de látszott a szemén, hogy lovagolni megy, vagy vendéget vár, vagy egyéb mulatsága van. Gábor ritkán nézett be két-három naponként, akkor is csak jött nagy lármával, leült, szétvetette a lábait, és hangosan beszélt a lováról, vagy vadászatról, vagy valami újabb tréfáról, amit elkövetett. Néhány perc múlva felugrat, na szervusz, mondotta, megyek lovagolni, vagy leszaladok a tóra, megjöttek a vadrucák, vagy disznót jelentettek a torligetben. Azzal már dübörgött is kifelé. Ezek a látogatások kifárasztották a beteget. Rossz kedvű volt utánuk, irigyelte a testvéreit, hogy mozoghatnak, jó kedvük van, terveket csinálnak. Gáborra valósággal haragudott, amért olyan vígan tudta mondani, hogy vadászni megy, vagy lovagolni megy. Neki nem volt egyebe, csak a könyvei. Anyja hozatta őket láda számra. Délelőtt rendesen saját maga olvasott, mert szeretett olvasni. Délutánra kifáradt a szeme, olyankor az anyja, vagy Amália madám vették át a könyvet, és olvasták fennhangon. Ilyenkor sok baj volt vele, ideges volt és bosszús, ha akadozva vagy rosszul olvastak. Kényes volt a hangsúlyozása, folytonosan beleszólt, kiavította, és újra meg újra föl kellett olvasni ugyanazt a részt, amíg megelégedett a hangsúlyozással. Legszívesebben kalandos regényeket vagy utazásokat olvastatott, Szeretett utazni, holvasva a könyvlapjain át. Ilyenkor gyakran abba hagyatta az olvasást, lehúnyta a szemét és látta tisztán a hegyeket, a folyókat, a tengereket. Végigélte mindazt, ami a könyvlapjain történt, élt, mozgott, akár a többi ember. Így telt el a délelőtt, így a délután. Este meggyújtották a lámpát, bejött az anyja, beszélgettek a könyvekről, erről, arról, ami adódott. Ha apja otthon volt, ő is bejött ilyenkor, de többnyire csak hallgattak, nem volt mit beszélniük együtt. Vacsora után korán eloltották a lámpát. Álmos vagyok, mondotta és behunyta a szemeit. Olyan volt ez, mint egy szabadulás. Ilyenkor sötét lett. Az ápolónő átment varni a szomszédszobába, és nem zavarta senki. Ilyenkor élt. Amit a sok könyvből összeszedett kalandos utazást, szerelmet, harcot, életet, azt ilyenkor mind újra álmodta. Kiszínezte, költött hozzá új cselekményeket, izgatókat, érdekeseket. Vidékeket képzelt el, amit sose látott. Csodálatosan szép szőke lányokat kísért nagy, sűrű erdőn át, harcolt érettük fenevadak ellen, gonosz emberek ellen, erős volt, ügyes, bátor, győztes a harcban, szerelemben, és mozgott, mozgott, mozgott. Így csalta meg az életet, amelyik hűtlenül elhagyta napnapután minden este bele a késő éjszakába amíg csak el nem aludt. És reggel kezdődött újra minden előről. Csak annyi változott, hogy ablaknyitáskor egyszer tarlószag és békazsongás jött be a szobába, máskor őszi varjukárogás. Esőcsorgás vagy hideg, hószagú szél. Az ablakövege néha zúzmara ült, Néha ibolyacsokrot hoztak az ágya mellé. Ennyi volt az egész, amit az idő hozott. Haladt a tél, a fő ispán még egyszer sem volt a tanyán. Készült néha, ha pár napra vadászni hazajött, de valahogy mindig elmaradt. Magyarázta magának ezzel-azzal, hogy miért nem lehetett. De érezte, hogy mindez csalás. Félt a tanyára menni, ez volt az igazság. Félt a tanyától. A háztól, amelyik ott állt üresen és elhagyottan, a kertől, a fáktól, a tanyai emberek tekintetétől. Úgy érezte, hogy tartozik valamivel a tanyának és ezt a tartózást nem tudja megadni. Hogy mivel is tartozik? Igen. Hát ezt nehéz megmondani. Talán egy élettel tartozik, talán éppen a magáéval hiába már. Nem tudja megadni. Brencsákkal sem beszélt szívesen a tanyáról. Jelentse Istvánnak! Tért ki olyankor, ha tisztartó előállt valamivel. Egyszer aztán ezt jelentette Brencsák. Ambrust el kellett küldjem. Miért? Ütötte fel a fejét rosszallólag az ispán. Rájöttem a dolgaira, mondotta titokzatosan a tisztartó. Öregember, régóta szolgál. Hát nem akartam baj csinálni belőle. Elküldtem szép szerével. És most kiügyeli a tanyát? Oda költöztettem az ispánt, méltóságos uram. Bácsot? Igenis őt. A fő ispán homloka elborult. Nem. Talán ezt mégsem kellett volna. Rágta belül egy hang. De aztán legyintett türelmetlenül, Jóna jelentse Istvánnak. Így került bács János a tanyára, nem az Ambrus féle házba, hanem a nagyba, az udvarba. Oda költözött az ispán. Kell lakjon ott valaki, jelentette Brencsák, különben elromlik a ház, ha lakatlanul áll. Így legalább ügyelik, ahogy kell. A vendégszobát, az ebédlőt és a konyhát foglalták el maguknak az ispánék a házból, a bútorokat ott hagyták, csak kissé átrendezték. A belső szoba pipázó maradt úgy, ahogy a fő ispán úr kívánta. Éppen csak a puskákkal bács János jár vadászni. Ő viselte a bekecset is, s ha vendég jött, abba a szobába vitték. A kis szándi már hat éves volt. A pipákat sorra, ellopkodta a polcról, s a szét a béres gyerekeknek játszani. A ház mögött néhány fát kivágtak télen és eltüzelték, a nemzetes úr ott maradt régi vadászkalapját pedig esztike, egy nagylelkű pillanatában odaajándékozta a vaszi cigánynak néhány fűzfakosárért. Bács János oda saját kutyáját, az első nap elverte Burkust a háztól. Burkus szegény ott csellengett néhány napig az istálók körül, kiéhezett, lesoványodott. Végül a béresek elkergették. Ezek a béresek egytől egyig új emberek voltak. Nagyobbára oláok. A tisztartó cserélte ki őket, mert a régiek lusták voltak nagyon. Legalábbis így jelentette Istvánnak a betegszobában. szobában. A kutyát még látták lemenni az úton, a falu felé. Állítólag dobolyban verték agyon a cigányok, hogy lehúzhassák a bőrét. Hogy ne, jól van, Burkus, nincs semmi baja. Felelgette Brencsák továbbra is minden vasárnap délután a betegszoba ágya mellett. Kövérs, úgy eszik, mint a farkas, habár nincs már egyetlen foga sem. A tél vége felé járt keleti szelek húztak át a falu fölött, a hó vizet engedett, s a dombok egyszerre megteltek csörgő patakokkal. Itt-ott déli lankákon kezdtek már a gazdák kijárni a földekre, nézegették az őszivetéseket, s terveket építettek tavaszra, nyárra. Az idő bíztatónak látszott, szépen haladt előre a tavasz, mintha Isten nem akarná elhagyni mégsem a szegény embert. Egy ilyen bíztató ígéretű napon magához hívta Ázik úr Szűcs Jánost. Szűcs János csodálkozott, mikor az olá cselédlány értejött, hogy mi dolga vele a zsidónak, hiszen az erdőt levágta, be is hordta becsülettel. Igaz, hogy a kisebbik tehén elvetélt az erős munkától, s így az egyik borjúra való reménység belepusztult ebbe az adóságba. De az sem baj már. Itt a tavasz mindjárt, s neki lehet fogni a munkának derekasan. Majd a többi meg lesz valahogy. Elindult tehát Szűcs János a zsidóhoz. A jármot, amit éppen faragott téli időtöltésből, letette szépen a fal mellé, kocsmáját fejébe nyomta, magára kanyarította az ujjast, és elindult. Az úton jószagú szél vágott az arcába, tele volt napsugárral és vidám gondolatokkal. Az ember szinte megfiatalodott tőle. Csilingelt a boltajtó, amikor belépett. Adjon Isten! Köszönt bátran és vidáman. Ázikur és Ázikné a pult mögött állottak, és vesződtek néhány vevővel. Maradj itt, fiam! mondotta Ázikur Áziknénak, s azzal magához intette Szűcs Jánost. Na, jöjjön! Bementek a belső szobába, ecet és vanília szag volt, és barátságtalan homály. Ázikur betette az ajtót, aztán megállt, Szűcs János előtt ránézett. Na? Kérdezte. Itt a pénz? Micsoda pénz? Hökkent meg Szűcs János. Micsoda pénz? Hát, amit kölcsön adtam. Szűcs Jánosban megfagyott a vér. Ázik volt drága, hiszen arról volt szó, arról volt szó, hogy három hónapra adom a pénzt, úgyis csináltuk az írást. Igen, de úgy beszéltük, hogy meghosszabbítsuk, ha lehet. Ha lehet, de nem lehet, nekem kell a pénzt, kérem, kell az üzletbe. Szőcs úgy erőt vett az értség, hogy a szavát is alig találta. De házikor, hiszen azért vágtam egész télen az erdőt, azért hortam azt a töménytelen sok fát. Házikor rázni kezdte az arca előtt a kezét. Kérem, kérem, az a kamat volt, hát értse meg a kamat. És nekem most kell a pénz, hát aztán nincs mit sokat beszélni, értse meg, kérem, elhozta a pénzt. Szőcs János csak állt, s úgy érezte, hogy forog körülötte minden. De hát honnan hozzam? Ázikor, drága, honnan azt mondja meg? A kis köpcő zsidó előre nyújtotta a nyakát, két kezével a mellére ütött, és megbotránkozva kérdezte. Én mondja meg? Én? Nekem egészen mindegy, hogy maga honnan hozza azt a pénzt, nekem csak a pénz kell. De ázik úr az Isten szerelmére. Nézze! Tette rá a kezét ázik úr az ember vállára. Adok magának egy hetet. Nem bánom. Várok még egy hetet, érti? De egy hét múlva itt legyen a pénz, mert ha nem, akkor ügyvédhez viszem az írást. Na, egy hét alatt csináljon, amit tud, de itt legyen a pénz. Szegény Szűcs János csinált is mindent, amit tudott. Fejébe húzta a sapkát, kitámolgott a boltból, kint az utcán aztán kárunkodott egy cifrát, és azzal hazament. Egyebet igazán nem tudott csinálni. Eltelt a hét, el kettő, s jött bocán ügyvédtől újra a levél. Akkor a nagy szám volt rajta, hogy nem is volt miért fáradni vele. Annyi pénzt úgy sem lehet összeszedni. Bocsán ügyvéd pedig összeütötte a fejét rádupappal, a rádupapp bács Jánossal, és bács János magához hívatta szűcsöt, most már a tanyára. Szűcs János járt máskor is a tanyán, egy-egy télen kölcsön gabonáért, fáért, olykor ő tojást, kotlót, vagy fűszfakosarat, ismerte jól a nemzetes urat és a nemzetes asszonyt, valahányszor ott járt, elbeszélgettek, kérdezték asszonyát, gyerekét, megemberelték egy pohár pálinkával, egy marék dohányjal, ezzel vagy azzal. Igaz, hogy mindez régebben volt, még mielőtt azt a hibát elkövette volna mert attól kezdve, hogy átállott, nem mert a szemük elé kerülni többet. Igaz, hogy a nemzetes az, hogy meg is izente úgy őrizkedjék, hogy a szeme elé kerül valahol, az ostorral vál végig a képin. Ja, Istenem, bár megtette volna, akkor mindjárt. Vagy azelőtt még, mielőtt az első rossz lépés megesett bár verdék volna el jól annak idején a nemzetes úr, meg a nemzetes asszony, mint egy, hogy futvást vigye vissza a pénzt annak az átkozott tászkálnak. A gonosz pénzt, amelyért a becsületét eladta. Két holdt földért adta el, s vele együtt az életét is. A két holt föld elviszi magával a többit. Hiába így van ez, gonoszság, csak gonoszat fiadzik. Dél volt, mire a tanyára ért. Jó melegen sütött a nap, a földeken mindenhol serényen folyt a munka, pacsírták száldostak a ragyogó tiszta ég felé, s a kertben már bontották fehér virágaikat a gyümölcsfák. Az ispán a tornácon állott, zsebre dugott kézzel, ott, ahol hajdanta a nemzetes úr szívta a pipáját és beszélt az emberekkel. Csak hogy a tornác most piszkos volt, csupa sár és szemét. Sarkában seprűhevert, kacat és szemét, tört üveg felé. Na, Szűcs János, eladod a földet? El, nézett az ember keményen az ispára. Még a házat is Elmegyek innét, még csak ne is lássam soha ezt a falut. Nagyon megharagudhattál rá, vigyorgott kajánul az ispán. De Szűcs János sovány arca kemény maradt. Meg saját magamra, ispán úr, amiért eladtam lelkemet az ördögnek. Az ispán is elkomolyodott. Mit kérsz az egészért? Aki megveszi, vállalja az adóságot, s ráadásul fizessen egy rendgúnyát nekem, egyet az asszonynak, s egyet-egyet mind a négy gyereknek, lábbelivel együtt. Aztán viheti az egészet. Öt hold jó föld, ház, pajta, csűr, félhold kert hozzá. Látni sem akarom többet. Bács János elgondolkozott. Számított magában, aztán bólintott. Jó, megtartom, de a ruhához bocskort kaptok, csak nem csizmát. Már pedig én bocskorban nem járok, vetette fel a fejét sötéten Szűcs János. Miért nem? Csodálkozott az ispán, mert az vitt bajba engemet a bocskor azért, ha az ispán nem adja meg érte a csizmát, megadja más. Megadta bács János a csizmákat is. Ott mindjárt írás csináltak a belső szoba íróasztalánál. Ott vándorolt át Szűcs János földje bács Alexandru Dázkál fiához, annál az íróasztalnál, amely mellett hatvan évig a nemzetes úr ült, pipázott és küzdött a tanyáért és a magyarokért. Ahol pislogó olajmécs mellett késő éjszakáig írta titkos leveleket, 48 után, amely mellől Kufsteinba vitték, amely mellett 60 év alatt lassan-lassan úgy látszott mégis, föltámad az elpusztított nép. Ott, éppen ott, annál az asztalnál. A hevenyészet szerződés alá Bács János odakanyarította a dátumot, 1898. március 15. Aztán odakanyarította a nevét. Szembe vele a Szűcs János nevét írta, és keresztettet alája. Szűcs János rányomta bütykös hüvejét a tinta keresztre, s Varjas egy magyar gazdával újra megszegényedett. Ugyanakkor éppen délidőben, az iskola előtti térségben díszes nagy ünnepséget rendezett, Avbauer tanító úr. Lelkes beszéddel örvendeztette meg a falunépét, népét, dicsérvén a magyar korona ezer éves nagyságát és hatalmát, Kárpátoktól az Adriáig. Marinyászán Szintje, tíz éves fia elszavalta a szózatot, és az emberek Jámboron bólogattak kereken. Főhelyen ült a jegyző, a nép piroska és virággal a gombjukán kukabertalan. Minnyáján elégedettek voltak, szinte büszkék, hogy íme sikerült a kultúra útján magyarrá tenni a falut. Azon a tavaszon nyugdíjba ment. Holló János a dobói pap. Maga kérte a nyugdíjazását. Öreg már, mondotta, s beteges, érzi, hogy valami baj van a fejében. Néha úgy kavarog előtte minden, az ilyen ember jobb, ha félreáll, s átadja helyét a fiataloknak. Csak egyetlen búcsú látogatást tett Holló János, azt is kastélyba de nem a fő ispánt, nem a méltóságos asszonyt, hanem csak Istvánka bárót kívánta látni. Beengedték hozzá. Szép tavaszi délelőtt volt. Azon a napon érkeztek meg a vadgalambok, s a kert tele volt szerelmes búgásukkal. Az ápolónő kinyitotta az ablakot, s a friss rügyszagú szellő játékosan lebbentette meg a függöny könnyű sejmét. A beteg jókedvűen nézett a papra. Tavasz van, mondta. Szép idő. Tavasz van, felelt a pap, és sokáig nézte a sápat fiatal arcot. Mintha a nemzetes asszonyt látnám, gondolta és valami fájt benne nagyon. Búcsúzni jöttem, mondta lassan is lehajtott fővel. Elmegy? Csodálkozott a beteg. El, nyugdíjba. Hiszen még nem öreg. Nem vagyok öreg. A pap csontos arca kigyúlt, szemei kimerettek, szája köré keserű ráncok gyűltek. Nem vagyok öreg. Ezer éves vagyok én, István Kabáró, legalább ezer éves. S ami ezer év alatt velünk történt, azt mind itt érzem. Bent. Csontos sovány öklével néhány szóra mellére vert, aztán lehajtotta a fejét. Bizony, öreg vagyok. És nem ebbe az országba való, ahol vakok hajtják a szekereket, süketek lesik a hangokat, s némák beszélnek az igazságról. Magyarnak lenni ma annyi nemzetes bárórfi, mint süketnek, vaknak és némának lenni. És fáradtság dolgában ezeresztendősnek. Mert aki nem ilyen, azt ilyennét teszi a törvény és a rend. És a sok meggyűjt idegen, akinek nem kell sem a magyar szem, sem a magyar száj, sem a magyar fül. Egyedül csak a magyar vér. A beteg megdöbbenve hallgatta a pap szavait. Soha nem hallott még ilyen beszédet. Magyar? Az számára annyit jelentett, csak amit régen iskolakönyvekben megtanult. Jókai regényeiből összegyűjtött magyar, ez együtt jár tudatával, azzal a szóval, hogy ország. Az ország és a nép az egy. Így tudta eddig. Hullámokat vertek benne a pap szavai. Kérdezni szeretett volna, de a pap már búcsúzott. Isten megállja István Kabáró. Arra kérem, csak hallgassa meg az öreg magyar prédikátor szavát a nemzetes báró uraknak a magyarok istenet többet mért ki a kötelességből, mint bárkinek ezen a földön. S aki gyönge ahhoz, amit az Úr mért rá, az elpusztul erről a világról az Úrnak törvényei szerint. Nemzetes báró úrfi egy nagy vagyont örökölt dicsőséges nagyszüleitől, de ez a nagy vagyon nem csak örömökkel jár kötelességekkel is. Nem híú hízelgésből mondtam ezt, hogy dicsőségesek voltak a nagy szülei. Azért mondottam, mert valóban azok voltak. Magyarok és tiszták, harcos szelleműek és kedvesek az úr előtt, akik a semmiből teremtettek életet. Nemzetes báró úrfi örökölte ezt az életet, s bár testi ereje gyönge és szerencsétlen, Azért az Úr számon tartja a nemzetes Úrfi kezeire adott életet. Mert nem az a fontos, hogy valaki testben milyen, hanem hogy lélekben erős-e és tiszta. Szerencsétlen dolgok történnek ott, ahol még néhány hónappal ezelőtt az öreg nemzetes úrék tartották a rendet, szerencsétlen dolgok, nem magyaroknak tetsző dolgok. Én csak azt kérem távozásomkor a nemzetes úrfitól legyen lélekben olyan erős, mint nagyszülei voltak. Az én jóságos patrónusaim, és vezérelje ezt a mi kis töredék magyar népünket tiszta szándékkal tovább, mert ma holnap elvész, és magja sem marad és meglátják majd akkor az urak, hogy mit ér a hintó, ha nincs ló előtte. Minnyájunk Isten vezesse nemzetes ifjú uramat igaz törekvéseiben. Azzal az öreg pap meghajtotta magát, megfordult és kiment a szobából. Senkihez sem szólott, senkit nem keresett. Felült a rozog a szekérre, megcsapdosta a véncsontos pillangó farát, s hazadöcögött. Otthon előszedte a régi zöldládát, belerakta az új biblia írásait, belerakta mindenét, amie volt. Még egyszer felment a templomba, végignézett az üres pacsorokon, a szószék terítőjét megsimogatta, sóhajtott egyet, aztán kijött onnan is. Kint zsongott a tavasz, méhek döngtek, virágok illatoztak. Holnap új ember jön, gondolta, holnap valakinek minden előről kezdődik. Így van ez, az egyik megy, a másik jön, és az élet megtelik. Lent megveregette Gergő bávállát. No, öreg, áldja meg az Isten! A ládát fölrakta a szekérbe, maga is fölült, kezébe vette a gyeplőt, s rászólt a lóra. Gyű, te pillangó! úgy éppen, mint sok-sok évvel ezelőtt, amikor megérkezett. Gergő bá, az üres pajta ajtajából utána bámult, két megvénült kis szemek könybe lábadt, s halkan dörmögött valamit. A nap sütött, a rigok fütyültek, könnyű kis tavaszi szellő Borzolta a zsenger ügyek fejét. Éppen olyan volt minden, mint sok-sok tavasszal az előtt. István azt mondta másnap az anyjának, ki akarok menni a tanyára. És makacsul, konokul kitartott a kérése mellett. Aztán brencsákot hívatta. Mi van a tanyán? A régi cselédek ott vannak még? Ott vannak, hogy ne? felelte Brencsák. Semmi nem változott? Mi változott volna? Csak magyarok vannak szolgálatban? Természetesen, bárór hiszen magyar vagyok én is. Alig ment el Brencsák, újra kezdte. Kikkel menjek a tanyára? Kikkel menjek? Látni akarom. Valami nincs rendben a tanyán. Érzem, valami nincs rendben és nyűgösködött, és makacskodott, és nem lehetett bírni vele. Szombat volt, és szép meleg idő. Aznap jött haza a főispán. Miért ne vihetnünk ki? Kérdezte este a feleségét, ha olyan nagyon akarja. Meleg van, föltennénk egy szekérre, a szekérlépésbe elvinni, miért ne tehetnünk meg? Margitka bólogatott, bizony, meg kellene tenni, ha úgy kéri. Csak hárman ültek a vacsoránál. Gábor óváron volt, az akadémián gazdaságot tanult. Hárman tanakodtak a kérdés fölött. Másnap reggel aztán megmondták neki, délelőtt, mikor már jó meleg van, kiviszik a tanyára. Sokat nem ülnek, csak éppen egy órát, legfeljebb kettőt, nehogy kifárassza nagyon a szekerezés. Alig várta a tizenegy órát. Akkor bejött az inas, meg a kertész, megfogták ketten, takaróba csavarták, és kivitték az udvarra. Ott áll a szekér, két igáslóval, a szekéren szalma, a szalmán pokrócok. Ráfektették Istvánt a szekérre. Erzsébet melléje ült. Lépésben haladt a szekér. A kert üde fáin fáink bógtak a vadgalambok. Méhek döngtek, ibolyaszag volt. A beteg mélyen beszívta a kert szagát, az illatokat külön választotta. Ez az ibojái, ez a fenyőjé, ez a rügyező gőrisé. Kék volt az ég, mint a harangvirág. A nap ragyogott tisztán és derűsen. A beteg feküdt a lépésben haladó szekéren, s örvendezett az életnek. Elhagyták a falut, átmentek a réten, feltértek a dombra, a tavon hápogtak a vadrucák, nagy csapatokban húztak át a szekér fölött, iszapszag volt és nádirigó cserregett. Fent a dombokon hangos, cságatással szántották a földet, s a pacsírták olyan magasra repültek, hogy látni sem lehetett őket, csak a hangjuk hullott alá könnyedén az égből, mint valami vidám üzenet. A főispán lóháton követte a szekeret. Furcsa volt és nagyon szomorú. Így menni a tanyára. Ősz óta ő sem volt ott. Szeretett volna már túllemni ezen a napon. Valami érthetetlen szorongást érzett, maga sem tudta miért. Erzsébet asszony némán ült a fia mellett, az anyák egykedvű szomorúságával az arcán. A szekér haladt. Már a tavat is elhagyta, már fölfelé ment a dombon, már látszottak a cselét házai. A beteg minden lélegzeténél mélyen beszívta a tavaszi föld erős nyers szagát. Szeme előtt a tanyát látta, a békét, a rendet, a tisztaságot. A tornát szelíd napsütését, a burkust, hogy farkát csóválva jön, a galambokat, ahogy az istáló tetejére szállnak, a ház szobáit, régi rendjüket, mindent, mindent látott úgy éppen, mint hat évvel ezelőtt. A cselédházak mentén néhány kőrisfa hiányzott. A beteg idegesen forgatta a fejét. Papa, mi lett a kőrisfákkal? Biztosan kiszáradtak. Felelte a fő alóról, de nem. Valami nem volt rendben. A cselédházak előtt ismeretlen asszonyok álltak, és nem is köszöntek, csak nézték és bámulták a szekeret. A házak előtt piszok volt, szemét és a rendetlenség. Nem, valami nem volt rendben. Fölértek. Ott állt a ház. Ott az istállók, mind a helyükön, a beteg arcán mégis döbbenéssé fagyott a várakozát. Valami mégis hiányzott. De micsoda vajon? A szegér megállt. A háza ajtaja kinyílott, s egy fejkendős parasztasszony nézett ki rajta. Eltátotta a száját, aztán odaszaladt. Jaj, csókolom, lelkendezett oláol. Hát, hogy jöttek ki így, hogy nem is szóltak? Ja, Istenem, kezi csókolom. És erővel kezet csókolt még a betegnek is. A ház ajtaja újra kinyílott, s egy gyerek jött ki rajta, hat éves fiúcska volt, állt a tornácon, és bambán bámulta a szekeret. Hát te ki vagy? kérdezte a főiskán. A gyerek csak bambán állt és nem szólt. A fejkendős asszony is rászólt olaú, na mondd szépen, ki vagy, hogy hívnak? Bács Alexandru köpte ki a szót, kurtán a gyerek s elfordult. Az ispánúr fia, nevetett az asszony, szégyelli magát. Bács János futva jött az istállók felől. Akkor már a főispán leszállt a lóról, s a kantárt a kocsisnak adta, s bement a házba. Az ispán megállt a szegér előtt. Szólni sem tudott hirtelen a csodálkozástól, mikor a beteget meglátta. A beteg pedig megszólalt. Hol van a burkus? Megdöglött, felelte az ispán. Hol van Ambrus? Elsejétől én vagyok a helyén. Miért ment el? Öreg már, azt mondta. Feri a kocsis, hol van? Az is elment. Márton a tehenész! Az is. Ki van helyette? Deleán Mitró. Hát Feri helyett. Rád, Indré! Hívassa ide gomborkát a kondást! Azonnal listálom csak már a... Disznóknál sem az van, hanem... Pujvaszi! A beteg hangja mérgesen csattant föl. Ki van hát a régiek közül? A régiek közül? Az Ispán dadogni kezdett. Azokból bizony senki sincs már is tálom, mind elmentek. A beteg arca elvörösödött, nyakát erőlködve emelte, hogy az Ispán szemébe nézhessen. Úgy. Hát, mind vissza kell venni őket, megértettem? Mind, mind. Értelem megakadt a szeme valamin, arca eltorzult, egyszerre megértettem, mi az, ami első perctől olyan nagyon hiányzott. Nyaka megrándult, erei kidagadtak az erőlködéstől, s egyszerre felült a szekérben, keze kinyúlt, az udvarra mutatott. A diófa. Hol van a diófa? Erzsébet asszony. Felsikoltott, és a Szekérhez rohant. István, István, mi történt? Te ülsz! De a kéz mereve mutatott a diófa helyére. Hová tettétek a diófát? Hova? Az ispán arca kivörösödött, alig tudta kinyögni, száraz volt, le kellett vágni. A beteg ült a szekéren, arca eltorzult, a haragtól vézna mellé lihegve szívta a levegő, szája szélére habverődött. Ki engedte meg? Rikácsolta. Ki engedte meg, hogy levágják? Ki volt az a gazember, aki hozzá mert nyúlni? Ki takarodjanak innen, akik most ide jöttek? Mind, mind, ki takarodjanak? Jöjjenek vissza a régiek. Egyet se akarok az újak közül látni majd csinálok én rendet itt a sok betyár között azt a keserves mindenségit a fejeteknek. Kifáradt, hátrahanyatlott, hörögve lélegzett tüdejes hipolt pitangok, hörögte tolvajok, jaj, csak ember lennék, mind megnyúznám őket, mind... Erzsébet takargatta és lelkendezett. Istvánkám, Istvánkám, ülni tudsz, meggyógyulsz, Istvánkám, most csak vigyázz magadra, hadd el ezeket, ne bosszankodj miatt a fő, hogy ülni tudsz, István, ülni tudsz. Ekkor kivágódott a házajtaja, és kilépett rajta a főispán, arca kék volt a haraktól, szemei villogtak. Mögötte Eszterke jött, szeplős, arca világított, sápadtam. Bács, Ordította a főispán, megmondtam maguknak, hogy ahhoz a szobához hozzá ne Megmondtam, hogy minden úgy maradjon, ahogy volt. Minden össze van piszkolva, tépve, rongálva, csupa mocsok az egész. És hol vannak a puskák? Hol vannak a pipák, hol van a bekecs és a kalap, hol van a fokos, az ostor, mi? Hol vannak ezek? Bács János szürkén állott a szekér mellett, Jelentem, méltóságos bárúr, én így vettem át, én nem tudom, ne hazudjon. Nekem előteremtsem mindent, mert a bőre alól szedem elő. Ne beszéljen, amikor én beszélek, ebből a házból nem fognak olápajtát csinálni, megértette, kihányom innen az egész társaságot, mocskos banda. Erzsébet a férjéhez szaladt, elfogta hadonászó karját, Gábor. Gábor Istvánka meggyógyult, ülni tud, ülni! A főispámba belerekett a szó, a szekérhez ment, hangja reszketett még a haragtól, de örömtől is. István igaz ez? A beteg egészen kicsi, fölemelte az arcát, mély fehér volt, megint sovány beesett. Halkan, suttogva mondta, aztán visszahanyatlott. Menjünk haza. Nem akarok látni többet, nem akarok semmit. Kifáradt, súgta halkalna az asszony. A fő ispán csak nézte fia sápad beteg arcát, s a bosszúság helyét nagy-nagy szomorúság váltotta be. Kifáradt, mondotta ő is, mert a beteg lehunyta a szemeit és száját, keményen összeszorította, mint aki nem akar beszélni többet. Kifáradt. Ismételte halkan, menjünk haza. A szekér megfordult, s indult lassan vissza, lépésben csak, s a kocsis ott haladt a lovak előtt, hogy még a lépésük is lassú legyen. A főispán a szekér mögött ment, lovát kantárszáron vezetve, mellette a felesége gyalog szintén. Így hagyták el a tanyát, az udvart, a megrettent ispánt, a megrökönyödött cselédeket, a tornácon szepegő Istvánnét, és a tátott szájjal bámuló gyerekeket. Elmentek a kivágott diófa helye mellett, a rendetlen cselédházak mellett, melyeknek udvarán olá gyerekek kiabáltak. Elmentek a megritkult bánatos kőrisek mellett, leereszkedtek a dombról. A beteg mozdulatlanul feküdt, szemét lehunyta, száját keményen összezárta, csak a lélegzete zihált lent a tónál a bároni is felült a szekérre. A főispán gyalog ment tovább mögöttük. Mikor kiértek az országútra, éppen akkor fordult ki a faluból egy parasz szekér. Két kajlaszarvú kis tehén húztas, a szekerem volt két nagy tulipántos láda. Egy szekrény, egy asztal, két ágy és egy rakás apróság. Meg volt rakva úgy, hogy jobban nem is lehetett. A tehénkék előtt egy ember haladt, a szekér mögött egy asszony, s négy kicsi gyerek. Mind a haton vadonatúj gúnya volt, s vadonatúj csizma. Az ember, aki a tehénkék előtt ment, Szűcs János volt. Mikor az udvari szekér és a parasz szekér egymás mellé ért, Szűcs János köszönt. Adjon Isten sok szerencsét a méltóságos báró úréknak! Erzsébet biccentett. A főispán szótlanul kalapjához emelte a kezét. A beteg szemei kinyíltak. Ki volt? Egy paraszt, felelte a báróni. A beteg mondani akart valamit, mozdította a száját, de hirtelen köhögés fogta el. Görcsös, csúnya köhögés rázta az egész testét, arca szederjese kékült. A két szekér pedig haladt, ellenkező irányban, s lassan távolodott egymástól. Az egyiket elnyelte a falu a másikat a mezőség hallgatok dombjai, melyik álmosan nyújtóztak a tavaszi napban, mint nagy barna macskák. Az orvos kijött a beteg szobából. Tüdőgyulladás, mondta, és levette a pápa szemét. Ami a gerincet illeti, az valóban csodával határos. Csak valami nagy lelki megrázkodtatás válthatta ki. Ha a lázat le tudjuk küzdeni, talán még a régi bajából is kigyógyul. Szemüvegét megtörölte, s eltette egy kis fekete börtokba. A főispán aggodalmas arccal állt előtte. Vonásai megbújtak a szakál poha takarója alatt, de fáradtság és idegesség látszott rajta így is. Mit gondol, doktor úr? kérdezte, s a hangja rekettes volt. Lehet segíteni rajta? Az orvos ránézett a főispára, aztán maga elé nézett a parket fényes kockáira. Isten kezében vagyunk minnyájan, felelte csöndesen. Az orvos három napig maradt a kastélyban, aztán hazament. A temetést már nem várhatta meg, dolga volt. Mielőtt kocsiba ült volna, még illendően elbúcsúzott, részvétét fejezte ki a szülőknek, s orvosi tárgyilagossággal megjegyezte, hogy talán jobb is így szegénynek, egész ember úgysem lett volna már soha, ha meg is gyógyul. A szülők sokáig álltak még a verandán, és nézték a kinyitott ablakon a tavaszt, mely virággal öntötte tele színültik a kertet szívük súlyos volt, és süketen kongott mélyen a gyász, csak álltak egymás mellett sokáig, és nem szóltak semmit. Kint egy sárgarigó első füttyeit próbálgatta éppen. Rádupap meghúzatta az olá templom harangját. Hadd sírassa az is a fő ispán fiát az oláok, akik meghallották házban, udvaron vagy kint a földeken, akárhol jámboron keresztet vetettek. Uram, segíts nekünk! Dadogták alázatosan. A kripta körül kis fekete ember csoport állott, levetett kalappal. A pap imádkozott, sok-sok tavaszi virág között egy sima, fekete töltyfakoporsón nézett fel a kripta címerére, mely kőbe faragva őrizte a halált. Pontosan abban az időben a varjasi tanyához tornácán egy kis fiúcska ült. A földön ült, a nagy fehér krétával betűket rajzolt a küszöbre. A betűket akkor tanulta. Arra a küszöbre sok-sok éven keresztül egy szelíd, és egyszerű, magyar ruhás nemzetes úr csizmája taposott, és sok-sok éven át egy kemény és szigorú nemzetes asszony járt rajta át, de a gyermek erről nem tudott. Ő csak rajzolta a betűket a nagy fehér krétával úgy, ahogy tanulta. És gyönyörködött bennük, amikor sikerült összehozni a nevét, otromba fehér betűket a régi küszöbön. Alexandru Bácsú. Proszpejek János úr zsinórral díszített, fekete ruhában jelent meg a temetésen, mint a járási tulipán egylet örökös díszelnöke. Még fekete pantallójára is jutottak apró zsinorocskák a magyar újjászületés képviseletében. Aufbauer tanító úr irigy szemekkel nézte, és elhatározta, hogy kopott Ferenc Jóskájára ő is varrat, három sor zsinort, s megalakítja varjason a tulipán egyesületet. A kastély hidegen nézte őket. Magánosan állt. Végig a völgyön, egészen a tanyáig látott ahol bács szándika gondtalanul firkálta a nevét a küszöbre, és fütyörészett. A délutáni nap megnyújtotta árnyékát torzra, hosszúra. Egészen a faluig lenyúlt az árnyék, rávetődött az apró házakra, és sötétbe borította körülöttük a tavaszi gyepet. Sok-sok év után, egy fáradt öregember jött föl a tanyai úton. Gyalogosan. Néha megállt, botjára támaszkodott. Arcát szürke szakáll lepte. Fején vadászkalap volt. Nézte a nyár végi délutánt, ahogy langyosan ráterült a tóra, a völgyre, s a dombok hátára kereken. Hallgatta a tücsköket, ahogy halk zsongással ringatták a mezők békességét. Ált keveset, aztán ment tovább. Lassan haladt, hiszen öreg volt már. Fent, ahol néhány régi cselédház romja látszott, az út szélén egy görcsös vén kőrisfa örködött magányosan. Az öreg ember megállt mellette, Eres vén kezével meg is simogatta, s valamit mormolt magában. Aztán tovább ment. Föl a tanyaudvarra, amelyet vastagon benőtt a fű, s a fű között a majoros malacai turkáltak, libák legeltek. Egy rozoga istáló állott ott fönt, meg valami szekér színféle, és a ház az eleje műhelynek látszott, lőcsök, kerekek, tézslák támaszkodtak a falnak, a küszöbön egy törött, fel férc hevert, s a tornácon nyers, szerszámfa, egymásra rakva, ügyesem. A ház hátsó felét, ami régen konyha volt, lakta a majoros családja. Ez volt alkalmasabb mert a másik két szobának a hátsó fala megrepett, s baj volt a gerendázattal is. A ház mögött egy magányos fenyő állott, és néhány öreg szilvafa. Odébb a legelő lankáján, ahol két bivajbórjú legelt, még néhány kőrisfa is állott nyurgán és soványon, mert ágaikat gondosan levágták, hogy nevessen árnyékot a fűre, Lentebb egy sor elvadult akác mutatta, hogy ott valamikor sövény lehetett. Az öregember fölment a műhely tornácára, és ott megállt. Nem ment be, pedig hallani lehetett, hogy ott bent valaki gyalul. Csak állt botjára támaszkodva, fáradtan és öregesen, és nézett. Nézte a düledező istállott, a begyebesedett udvart, a majoros két malacát rajta, s nézte a földeket, amik oda látszottak. Lemtébb, a domboldalban két eke szántott. Lassan mozdultak a tarló sárga abroszán, mint valami lassú, furcsa bogarak. A tó sima, kék tükrén hanyat esett a délutáni langyos fény, stúl rajta, az országút fehér szalagján hosszú, szürke sorban katona szekerek haladtak. Az öregember nézte a domb körül megbúvó földeket, s fölmérte a szemével azt, ami még az övé. Aztán átsiklott a nézése arra, ami már más urat szolgál. Ott is egék szántottak, hosszú csíkok martak a fekete földbe lassan, de halálos, elszánt nyugalommal. Ott túl egy ház is épült, rikító, piros cseréptetővel. Nem volt nagyon messze, ha megerültette a szemeit, kivehette homlokzatán az írást. Fölül egy évszám volt, 1920, alatta a név, a bácsú. Az öreg ember elfordította a fejét. Végig nézett a völgyön, a kastély felé. Sóhajtott. Kezét a szeméhez emelte, talán egy bogárka beleröpült. Sokáig áltott, düledező vénház tornácán, egyedül. Közben az ekék itt is, ott is haladtak lassan, a délutáni árnyék megnőtt a tavon, s a katona hosszú sora is tovahaladt. Mögöttük pusztán maradt az országút, s úgy görbült bele a völgybe, mint egy nagy, fehér kérdőjel. Vége